Morning Show. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 6 óra 15 perccel. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk pénteken, szomorkás az idő. Mi nem vagyunk azok, de az idő az. És hát nincs hideg, legalább nézzük a jó oldalát, mert hogy ma talán a legenyhébb reggel fogadott. Jó idő van, 15-16 fokot is mértem. Viszont hát csöpög az eső, kinek mi a jó? Tegnap este óta esik. Tegnap este óta esik, locsolni már nem kell, viszont nincs hideg. Nagyon furcsa lesz az időjárás ma, mert hogy azt mondják, hogy úgy ez a hőmérséklet marad egész nap. Tehát, hogy nem fog melegedni. Igen, hogy nem fog melegedni az idő. Most néztem meg az előbb az appot. Mivel ezzel a 28-al, amit ígérgettek? Vasárnapra. Holnap már így felszakadozik, a felhőzők azt mondják, hogy nem sok helyen fog esni az országban. Vasárnap meg már jó idő lesz, ami nem is baj, mert futóversenyre megyünk majd az Áronnal. És szeretnénk, hogyha akkor jó idő lenne, mert elsőben senki nem szeret futni. Mit futtok? Áron neki megy a maratonnak? Nem, ez most csak fél maraton lesz. Csak idézőjelben csak. Púl ez a srác. Ez is fut egy fél maraton? Ah, most futok egyet. Az szép. Ezt a, vagy hívják, szokásos kis évi egyet. Ezt mindig, ezt a Budapest félmaratont, ezt mindig futogatom, így már egy pár év óta. Szereted, na. Úgyhogy, ne, igen. Ne, úgy, jó időtök lesz, jön a jó idő. Remélem is. Ne dobáljátok autósok a Janit, jó? Bírjuk ki. Meg régen volt már, tényleg, szerintem azért. Mondjuk volt helyette más. Útlezárások, trafik, menekültek, amit akarsz. Tehát, hogy mindig van valami, de hogy mindegy, léci, picit elmegy, jó? Aztán rá egy hónapra meg, hogy jön majd Záronnak az első maratonja. Beszélgettem vele erről a kis teljesítményéről, idézőjelesen mondtam, a kicsit az augusztusit, amikor is ugye triatlonba vágott bele a fiatalember, úszás, bringázás és futás. Igen, egy olimpiai távút futott. Igen, egy ilyen rövidebb, hát vicces, az a rövidebben 10 kilométert azért ott is kellett futni, meg aztán 40 bringázni, és mondta, hogy figyelj, belepusztulsz, megőrülsz, belehalsz, viszont ahogy futsz be, akkor egy olyan valami, nem is tudom, mondta már a dal címét, de valami nagyon jó rockszámot kapott ki a DJ, ahogy meglátta Áront, pomponos lányok fogadták, piros szőnyeg, és azt mondta, hogy ott kész vagy, tehát hogy megcsináltad, és egy valami olyan érzés, amit mi ketten sose fogunk megtapasztalni. Ja. Mennyi ez? 90 futás, 1-6 úszás és... Nem, ez 10 futás, 4, nem tudom a pontos. Az a lényeg, hogy 10 futás... Hát az eredeti az ugye, az egy 180 bringa. 180 bringa. Az Ironman. És ez mi? Ez az olimpiai távúti triatlon. Ja, ez triatlon, olimpiai távúti triatlon. De mondom, azért van benne 40 bringa, 10 futás és... valami másfél úszás talán, de majd Jani mindjárt megmondja, rákeresett. Tehát mindenféleképpen óriási teljesítmény, 3 óra alatt legyűrte Áron a dolgot, tehát így is komoly a dolog. Nagyon. Ezt is megcsinálja, és azt mondta, hogy ahogy beérsz, ez egyszerűen olyan frenetikus dolog, hogy az életed végéig nem felejted el. Mikor van ilyen? Legközelebb. Tudom, pókjárásba hátrafelé. Nem, de ez mennyi? 10, mondjátok az alatt. Úgy van, hogy másfél kilométer úszás, 40 kerékpározás és 10 kilométer futás. Akkor jó, tudtam. Ez jövő augusztusban lesz, augusztus 20-21. De jó poén egyébként. Tényleg. Nagyon jó. És akkor ott van a nagyobb táv is, ott 20-at kell futni, 80-at bringázni, 3-at úszni. Az az Ironman-nek pont a fele. Uh-huh. Tehát lehet, azt választhatod azt is, mondom még egyszer, 3 kilométer úszás a Dunában, 80 bringázás, úgyhogy fölmész a Váraba többször is, és egy 20-as futás, tehát félmaraton futás, de van ennek a fele, amit az Áron csinált. Hát is ott van a nagy, ugye, a 3,8-es úszás. Ezt a kokole nyomta? Igen. Igen. Megcsinálta nagyot? Meg. Na, azért az kemény. Azt nagyon komoly. Az kemény. Azt ő készült el sokat, azt tudom. Ő nagyon ott van. Hát ezt ugyanolyan fanatikusat csinálja, mint ahogy annak idén az ökölvívást, ezzel kalapal előtt ő továbbra is hatalmas sportember. Úgyhogy. Szóval az Áron igen mondta, hogy a befutó miatt még az a megaláztatás is megérte, amit az elején kapott, amiatt a fotó miatt, amiben először látszódott bringás cuccban. Hát ugye felvette neked a spandex cuccokat, ugye kis, hogy hívják ott, kis nadrágot, kis felsőt, stb. Hát és ugye úgy nézett ki, mintha becsomagoltak volna egy gönci hordót. Mivel úsznak ilyen dresszben? Dressz, aha, igen, kapsz ilyen dresszt? Kapsz, persze, nem egy fürdőgatyában, tehát ez a neoprénben úszol gyakorlatilag ugyanaz, mint a búvárruha, picit vékonyabb, meg általában ez ilyen rövid, tehát aha. Rövid az ujja is, ilyen shorty, mint a shorty búvárruha olyan. És 10 futás a végén? Igen, hát. 10 futás, 40 ring, a másfél úszás. Ez nem tűnik annyira nagyon lehetett. Marha érdekes egyébként, mert hogy így külön-külön lebontva azt mondod, hogy bármelyiket. De
ugye, amikor egymás után jönnek ezek a terhelések, már egy kicsit elmerevedve, már egy kicsit azért kapkodva a levegőt, stb. Tehát amikor letudod ezt a kis, hogy hívják ott 40-20, vagy mit tudom, 80 attól függően, hogy melyiken indulsz a kis kerékpározást, azért ott a lábak már azért kezdenek beállni. Ráadásul ilyenkor azért csekkolgatja az ember az időjárást, kikapsz ott a rakparton valahol, vagy egy jó kis szembeszeles szakaszt, tudod, leugrasz a bicikliről, és akkor érzed, hogy két betontöm van beépítve a medence csontodba a lábak helyett. A rakpart azért jó, mert visszafelé viszont hátszél. Persze, én mindig ezt szoktam mondani. A szembeszél visszafelé hátszél. Kívül, amikor megfordul közben a széljárás. Na, az a legrohadékabb. Ja. Úgyhogy ennyi. Jövő augusztusban bele tudsz futni, vagy bele tudsz kezdeni a dologba. Na, valamit kéne már csinálnunk, nem? Megmutatni, hogy azért nem vagyunk puhák. Tegnap is másfél órát edzettem. Egy csomószor megmutattam már, hogy nem vagyok puha. Mit csináltál? Squash voltam. Na, Gáborra? Gáborra? Nem. Tenisznek indult, csak rossz idő lett, és akkor váltottunk, mert szakadt az eső, úgyhogy 7-től 9-ig álltottam volna. Közel mentünk egymáshoz. Így váltottunk, és még 8 elég hosszú napon volt, még sok mindent kellett csinálnom. De még 8-tól edzettem is egy órát. Mit? Hát gyurma? Ezt is edzésnek hívom. Ja. Nem, gyurmázni nem. Hát és az is, a squash az nagyon intenzív. Hihetetlenül intenzív, nagyon kemény. Hát nyilván, hogyha úgy csinálja az ember. Buh, tiéd. Nem nagyon lehet, mert ahhoz, hogy élvezetes legyen a játék, ugye ezt a labdát be kell melegítened, és csak akkor tudsz jól játszani, hogyha izomból erővel megküldöd. Én voltam egy 10 évvel ezelőtt, azt hiszem 3-szor, még sőt 10-15 évvel ezelőtt, még a Rádió Bridge-ben dolgoztam a Naphely téren, és ott mellette volt egy ilyen squash terem, és akkor oda jártunk le. És akkor én is azt gondoltam, hogy ez milyen klassz lesz, hogy ott elütögetünk, aztán iszunk egy jaffát, de úgy nem tudsz játszani. Mert a jaffa kifejezetten tetszik fájuk volt. Iszunk egy jaffát. Egy jaffát a végén. És aztán tolunk egy És ha nem küldöd meg a labdát, akkor az így leesik. Tehát, hogy ott az le. Irgalmatlan meló van benne. Többféle labdával lehet játszani, de igen. Attól függ, hogy milyen magasabb pattan, de hamar leesik, tehát nem pattan sokat. Küldeni kell nagyon. Egyiket alatt, akik röhögnek, mert ilyen strand sportnak tartják meg ilyen szótődülősnek például a tollas, de hogy ott is olyan derbiket nagyon lehet tolni, hogy az hihetetlen, és ugye az csalóka, mert tollasütővel megütött a tollas labdát, irgalmatlan erővel kell megütni, és ennyit megy, tudod. Tehát, hogyha az nem ütöd meg rendesen, át sem megy a hálón. És azért érdemes megnézni az éljátékosokat, hogy ott milyen tempók vannak. Imádom nézni. Most valaki írt a teniszhez hasonló sportot, hogy azt kéne kipróbálom, és két napra erre próbálok rájönni. Nem tollas, nem tenisz, labdajáték, ütni kell, de nem tudom, mi a neve. És már két napja elküldte SMS-ben. De ennyit küldött, csak hogy teniszhez? Hogy próbáld meg ezt is, ránéztem arra a sportra, és rájöttem, ezt már tök régóta ki akarom próbálni. Teniszhez a tolláshoz hasonló labdajáték, és ütnöd kell, ütő van a kezedben. De nem squash. És nem is squash, és elküldte. Mondom, 3 napja elküldte SMS-be. Hát, ha hallgat minket, most újra elküld. Igen. Hogy mi ez a játék? Ugye megírja valamelyik hallgató. Na, itt az első játék, srácok, csajok, nem tollas is, nem tenisz, hanem tudod, csomagznix. Tessék, parancsolj! Hogy tesz, igen, ne feladványba küldjétek, de valami valaki elküldt, és megnéztem, és tök jó. Már láttam ezt a sportot, és azóta erre próbálok rájönni, mi lehetett az. Ketten játszák, háló van? Azt hiszem, hogy lehet, hogy van háló is, hát valaminek kell lennie, igen. Hát vagy fal, miért az kvasba sincs háló? Padel. Kvadel? Kvadel, kaptam. Egy barátomtól, de nem ez volt. Nem padel volt. Uh-huh. De megnézem azt is. Na mindegy. Azt akarom még kipróbálni. Jól van. Meghallgatjuk, mit csináltunk tegnap? Persze, mindenképp. Mit csináltunk tegnap? Nem tudom, annyira jók voltunk, hogy emlékezni. Kell nekem ez, hogy most meghallgassam a tegnapit. Mi volt? A triolázás. Triolázás. Hát figyeljetek, megint gyakorlatilag nem, hogy elindultál egy úton, mert ezen az úton már nagyon régen elindultál. Tovább mentél az úton. Tovább mentél az úton. A megérkezés még nem mondhatjuk, így de van. A továbbmenés már igen. Na most én már nagyon várom egyébként, mikor jössz be valamelyik reggel, úgyhogy csörgött a havasi. Hogy megyek nagy koncentrálni. Így van. Köszönöm az SMS-eket, nem a pingpong. Tehát jó, nem a pingpong. Nem a pingpong volt, de megfejtem majd. Na megmutatjuk akkor, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk vissza már is. 3:47 múlt 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. És Tayo Cruz is. Így van. Ő is itt van. Tayo Cruz. Kivonyította magát. Egy jó kis Tayo Cruz nélkül. Nem péntek a péntek. Speedminton az volt az. De az speedminton? Igen. Azaz. Azaz. Tollas tenisz fallabda. Elegyítése. Az jó. Ez jónak tűnik. Ezt akarom kipróbálni. Rákeresünk a Magyar Speedminton Szövetségre,
hát ha bevesznek. Megnézném. Hát ha lehet, én a speedminton nagykövete. Fölkérnének szerinted? Szerintem igen. Nagyon érdekes pályán játszák egyébként. Gyors tollas magyarul. Gyors tollas, kicsit, kicsit más a labda, azt látom, igen. Kicsit más a laszti, meg más a pálya is, de jónak tűnik. Kicsit squash, igen, és kicsit, de kicsit tollas. Igen, mert a tollas labdához képest sokkal nehezebb itt a labda, ami amúgy úgy néz, mint egy tollas labda, csak nehezebb a fején is ez a gumibetét is, és ez gyorsítja a játékot. Nincs háló. Jó, minden nem lehet. Mi nincs háló? Mert biztos színes fémből. Nehogy is. Ja, ha. Tehát két ember áll egymással szemben, és ilyen van egy területed, amit nem hagyhatsz el, ahonnan nem jöhetsz ki, és azt a területedbe kell beleütni a másiknak. Itt jön elő a tenisz. A teniszsel való párhuzam. Itt jön elő a teniszsel való párhuzam, és ha kiütöd, akkor értelemszerűen pontvesztés, vagy hát akkor a másik kap pontot. Jó, jónak tűnik. Jónak tűnik, igazából. Na, hogy állunk játéka? 3-1. 3-1-re megyünk? Bizony. Na, de jók vagyunk. Akkor hoztuk a hetet? Miénk ez is. Miénk a hét, azért még megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Szigó, Zsani vagyok. Hello, hello, Zsani, honnan hívtál minket? Kislángról. Kislány? Most mit csinálsz arrafelé? Hát most épp itthon vagyok, készülünk nyaralni. Tényleg? Na, hova mentek? Zalakarosra nyertünk egy utazást, és oda készülünk most. Hogy nyertétek meg ezt az utazást? Hát megosztottam közösségi oldalon ennek a helynek a, vagyis üdülőnek, a partmannak a kis hirdetését, és úgy. És akkor ti kettiteket sorsoltak ki, és nyertetek? Igen, igen. De az jó. Menő, az menő. Jó az. Az jónak tűnik. És kivel szeretné játszani? Janival szeretnék játszani. Janival, nagyon helyes. Jól van, indítjuk az órát, jó? Jó, jó. Felkészültél, Zsani? Fel. Na nézzük akkor, 3-2-1, és tessék. Jártál már Zalakaroson? Egyszer voltam már. Te jártál már Zalakaroson? Persze, van ott egy nagyon jó cuki. Hallottál róla? A Szilágyi cukrászdára gondolsz? Nem reklámozunk sem. De fegyelmezettség, látod? Az írta ki, hogy rögtön a reklámról nem beszél. Amúgy igen. Zsani, ügyes vagy, szép igen, volt. Bármit mondtam volna rá, felejje meg, elbuktam volna. Na, hirtelen előjött belőlem a igen, a fegyelmezett igen, rádiós. Igen. Bocsánat, hogy kimondtam. Nem baj. Nem baj. Na, na jó, hát ez így, ez szép volt, meg is nyerted. Köszönöm szépen. Ügyes kell menni nyaralni, győzelem érted, egy nyert nyaralás. Igen, most már nagyon boldog a napom. Meg is vagy, igen. Azt nem mondom, hogy a nyaralásra meg lesz az ajándékcsomag, de mire visszajöttök, addigra már lehet, hogy ott nagyon van. Szépen, köszönöm. Jó. Mennyi időre mentek? Hát vasárnap jövünk vissza. Jó, az akkor ilyen 3 nap, 2 éjszaka. Villám nyaralás. Igen. Jó. És vasárnap már az időtök is jó lesz, addig meg. Addig meg. Hát bent elütöttek. Bent a szobában. Elüti az ember. Elüti az ember valahogy. Jól van. Na, gratulálunk neked, ügyes vagy. Köszi a játékot. Szia. Ciao. Szia. Hello. Szia. Jó pihenés. Hello, hello. Hogy megvezeted? Debőröztek. Ennyi. Tudták, hogy cukit kell mondani, akkor már ugye ezek a léc nálad? Így van. Rögtön bevillad. De nem há-há. Tudod. Igen. Na, hogy én fizessem. Jaj. Szem hozzá. Ő provokált. Akkor mennyi lett a végeredmény? 3-2. A hét a miénk. Jó van. A hét a miénk. Szűkösen is, szűkösen, de miénk a hét, hogy akkor 27 nyerthetünk, van ez a hét is benne, van 1 hét döntetlen és 4 bukott hét, úgyhogy beszél. Gyerekek? Tulajdonképpen meg is. Meg is vagyunk. Na nézzük, mi helyzet gyorsan az utakon. Esztergomban a 6-os körül drága fotók készülnek. Eszter, Feri.
küldte nekünk, a Népligeti építők sportcsarnokban kedden és csütörtökön lehet. Ezt csinál. Lehet swimmingtonra menni. Így van, gyors teniszre. Vagy gyors tollasra. Trafiznak az M35-ös kagylós kutyára Budapest felé, ezt pedig a belga küldte nekünk. 6 perc alatt pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek. Borús az idő, esik az eső, gyerekek, a tököm. Szuper, lehet is. Ráadásul még ez is. Komolyan mondom, ráadásul még ez is, de nem, tényleg, hát olyan nyomott idő van, hogy az embernek a feje olyan, mintha le akarna szakadni, legalábbis az enyém. Én ritkán ébredek fejfájással, de ma az sikerült megugranom, nem tudom miért. Szoktatok fejfájással? Nem szoktam fejfájással ébredni. Figyelj, azért azt ne felejtsük el, hogy hétfőn reggel 4 fok volt, most meg 14. Igen, hát az előnye a mai időnek, ezek... hogy jó idő van, csak maga az ember hangulata meg a... Igen, csak ez a hőmérsékleti ingadozás azért itt ilyen 3-4 napon belül azért megint durva, hogyha belegondoltok. Lehet, hogy ez... Hát már értem, hogy jön a napsütés. Mit húzott jó? Nem tudom, csak hát igen, hideg tényleg nincs egyébként, de minden esetre ez az esős nyomott idő, és ez a sötét, amiben újra jövünk, hát azért ezt kikérem magamnak, komolyan. Kikérem magamnak, hogy újra 9 hónapig, 10 hónapig, nem tudom meddig, újra sötétben kell majd jönnünk dolgozni. Hát ilyenkor, az... ilyenkor kell estére egy jó film. Ebbe az időben. Ebbe az időben. Egy jó film? Egy jó film. Tegnap néztem filmet. Nem mi volt, mit néztem? Befejeztem a Banshee-t. Igen? Nem sorozat, igen, vagy Banshee, ugye a Banshee-nek mondja, Banshee. Befejeztem, megnéztem. Jó nagy dírdúr van a végén. Csicsat. Jó nagy csicsat, bim-bum, igen. Úgyhogy azt megvettem a kedvenc kis jégkrémes márkámat, és egy bödönnel a hasam, hogy elaludtam rajta, egy félig a sorozatban. Reggel tiszta víz. Reggel tiszta víz volt minden. Én nem tudom, rászoktam erre az éjszakai jégkrémelésre. Ez lehet. Ez valami elképesztő. Az egészséges életmód nagykövete. Az egészséges életmód nagykövete. A Gábor felkarolója. A Zab istene. A Gábor mentora és igen, és egy promótere tulajdonképpen. Rászoktam, és a gyereke voltam tegnap vásárolni, és kérdeztem, apuci, kinek veszük ezt a sok jégkrémet? És mondtam, vendégségbe megyünk. Oda kell adni. Te nem mehetsz belőle. Te nem mehetsz belőle, mert nála úgy, hogy hétköznap nincs édesség, csak hétvégén. Mondom, vendégségbe megyünk egy szegény gyereknek. Akkorát hazudtam, hogy tehát a pofám leszakadt, tényleg szörnyű. És még tegnap este gyorsan rájöttem 10 órakor, hogy megjutalmazom magam, és rájöttem, hogy ezek a kis apró kicsi jutalmak, ezek nagyon ezek jók. Igen. Ezek jók, amikor várod a napot, és már arról szól, hogy magadat egy kicsit megjutalmazom. Igen. Jó sok apró kicsi. Jól elvertek szkasban, így van, letettem a két gyereket, segítettél otthon, bevásároltál asszonykádnak, megérdemled a jégkrémet, és én igazi tudod, amikor így elkezdem enni, így esik le a kanál, hasonlom van a jégkrém. Nyomorultul, tudod, így belealszol a sorozatba, és aztán fölriadtam 4:12-kor, olvadt a hasonlom a jégkrém, mert egy ilyen kis dobozban van. Mondanám, hogy melyik márka, de az fél már nagyon durva. Gondolom. A kedvencem. Epres. Cheesecake-es. Cheesecake-es. Fú, te. Komolyan mondom, bármelyik meg tud belőle lenni. Isten. Nagyon jó. És a sokalán szindróma előjött már? Na még egyet. Persze, még most kezdem. Nem, itt így kezdem. Még ezt, tehát az oldalán itt maradt még egy kis. Elolvastam, hogy fél liter, és elolvastam, hogy 100 g-ban mennyi cukor van, ekkor egy picit megijedtem, de a következő pillanatban már el is felejtettem. Annyira megijedtem, hogy ennek kellett egy kis fagylalt. Igen, gyorsan kanalaznom kellett két kanál fagylaltot, muszáj volt. Mondd azt, hogy megmentem a családot, előletek eszem. Nem adhatom oda ezt a gyerekeknek, és aztán belealudtam a sorozatban. Nagyon veszélyes. Ezek a kicsi napi jutalmak, hát ez komolyan nagyon jó. Nem, nagyon veszélyes egyébként ez a dobozos jégkrém, tudod, elteszek, mert hogy ez sokkal gazdaságosabb, ez sokkal rövidebb idő alatt fog elfogyni, ez nem olyan, mintha elmennék valahova gombócozni, mert amúgy is az drága. Igen. És akkor megveszi, kibontod, és akkor jó, a tetejére egy picit csoki szószt öntök, hogy azért mégis ne legyen egy ilyen csak kókuszos az íze, jó, ezt most lekaparom ezt a réteget, de nagyon, de nem nagy kanál alám. Jaj, most egy kicsit nagy lett ez a kanál, de most hogy tegyem vissza, nem tudom visszatenni. Akkor megeszem. Igen, újabb csoki szósz. Most ez nálam van esténként, igen. Szóval, hogy kell, rájöttem, ezek a napi kis tényleg jutalmazások, ezek jók, nem? Mivel szoktad még kényeztetni? Sikosító, epres, vaníliás, arra nem tudok mesélni, nagyon korán van, arról nem tudok mesélni, de mindennel figyelj, 41, nem gyönyörös az embernek, már minden ajándék, 10 perc a zuhany alatt, amit egyedül töltesz, már az is ajándék. Így van, célirányos zuhanyzása. Célirányos zuhanyzás, az nem tudom mi. Az mi? A jó helyre kell irányítani is. Nekem ilyen beépítettem van, fixem, én nem jó, tudom. Jó, hát akkor viszont érted. Még ráadásul néhány haladó gyakorlatot a Kámaszutrából is betusztottam.
egy megfelelő ászanával. Nekem sajnos nem, én nem tudom mozgatni. Na, azt mondja, hogy nézzük, mit írnak a hallgatóim. Mi a helyzet az utakon? 10-es út Solymári Nagyaruháztól beállt, aki tud kerüljön, Tibi küldte nekünk. M1-es, M7-es Budapest felé az Egér úti lehajtó után közvetlenül a középső sávban 3-as koccanáspont, most nagyobb dugó várható, König küldte nekünk. Kolosi térnél befelé haladó sávokban nagy a dugó, Máté üzeni, 10-es elesett Kajli, valamint Tepe és Berettyó Újfalú között a 47-esen rendőrök fotóznak. Sanyika küldte nekünk. Hmm. És van még egy, a 11-es út Lányfalú, a strand lámpája csak a főúton haladóknak ad zöldet, figyelni kell. Köszönjük szépen. Budapest irányában a 26-os kilométernél baleset van, az 51-es úton félpályás lezárása, rendőrök irányítanak. Na, hát szóval, hogy zajlik a péntek reggel. Zajlik a péntek reggel. Végre egy hónap után visszakaptunk titeket, újra hallgathatunk rádiót a Mellóban. Nincs több tilalom, imádunk benneteket, tímes csajok ajkáról. De jó, volt a bűn, ez volt a büntér, hogy egy hónapig nem hallgathattok. Ez micsoda, ez volt, mint hogy csak megszólalt volna egy hang. Igen, ez volt, Feri. Hát de érted, hogy egy hónapig nem? Igen. Egy hónapig nem, valószínűleg, hogy hát minket kikapcsoltak ott. Valami gyárban dolgoznak, vagy kemény gyárban dolgoznak. Azért, mert ők elszúrnak valamit, azért ne vegyenek el tőlük bennünket. Nekem lenne gyár, amit engedném, hogy rádiózzanak. Hát persze. A zenét hallgatsz, jobban megy a munka, nem? A cukor? Azt írja valaki. Igen. Hogy a reggeli fejfájás oka a fél kiló cukor, amit este beviszel. Hogy ez összefügg. Na, akkor nekem minden este, vagy minden reggel fáj. Na, igen, de úgy fekszel le? Igen, vagy vettek végre elemet a rádióba, csak hogy visszautaljunk még az ajkaiakra. Na, jó sorozat ajánló, gyorsan valakinek, valami új, semmi? Mr. Robot, hát nézi valaki? Csak Jani, meg te jöhettek szóval. Mr. Robot, senki? Elkezdtétek? Befejeztétek? Nézitek? Nézitek. Az a baj, hogy túl sok évad van már a Shamelessből, a Szégyentelenekből, és én orbaszájba azt nézem, mert hihetetlenül vicces. Úgyhogy most arra várok, hogy a Bosszúálló 2 megjelenjen DVD-n. Az a Szász Stallone? Ugye nem az a Boston történelme. Mondjuk ezt a Feride kellett volna bekérni. A bosszú vágy, meg a bosszú történében ezeket mindig Stallone, mert a bosszú vágy az Charles Bronson. Na most már a fülem is elkezdett csengeni. Na most van a baj. Igen. Most már a jobb fülembe... Lehet össze egy picit? A jobb fülembe megszólalt egy trombita. És mit játszik? Örömódát. Na igen. Nem, visszavonuló. Na, el akartam nektek mesélni egy történetet, mert valamelyik nap böngésztem az egyik ilyen licitálós oldalom, és megnéztem, vagy illetve pontosabban megfigyeltem, hogy vannak autogram kártyák fönt az interneten. Aha. És egy csomó pénzbe kerül egyébként, ha te meg akarsz venni bizonyos autogram kártyákat, vagyis a kedvenc tárod által dedikált, hát most igazi vagy nem, azt nem tudom, de dedikált autogram kártyákat meg lehet venni. Lehet rá, és van egy kiindulási ára ezeknek. Ölni tudnék egy Steiner Kristófért. Azért én is. Egy igazi. És megnéztem, hogy például Michael Jackson 10.000 forintos licitáról. Nem, mondd már. De, hát kézzel, de. Puskás Ferenc 50.000, Tony Curtis 100.000, Lolo Brigida 100.000, Russell Crowe 9.900-ról indul, aha, mint autogram kártya. Hát kérdés, hogy ez mennyi. Csíkzenekar 9.900. Ilyen összegeket néztünk. Kimi Räikkönen 9.000, asszony Natalia Oreiro 5.000. Találtam ilyeneket. Felipe Massa 5.000, nagyon jó. Britney Spears már csak 4.000. Lucélia Santos, ő az Izaura, 4000 ér indulhat rá egyébként, és Mihály Sztorvi 3000, Erős Zsolt 3000, Nikó Rosberg 2500. Nem rossz. Itt csak a felből az ember olyan kérdés, hogy ezek olyan tényleg eredeti. Hát ez kérdés, hogy mennyire eredeti. Hogy érted, tudod, Russell Crowe aláírta, hogy igen, ez az én aláírás Russell Crowe. Igen. És aláírásával hitelesítette, hogy ez az aláírása. És direkt nem is beszéltem erről, hogy ne menjen föl az ára, de elindítottam egy kísérletet, mert hogy fölraktam, csak nem. Sebestyén Balázs által. Egy Sebestyén Balázs által dedikált autogram kártyát 100 forintos kikiáltási árral. 100 forint. Aha. Ami azt jelenti, hogy a Desperado alá mentem, a Desperado zenekar alá. Ők mennyire 200-ra. De mit gondolsz, hogy az embereknek a bőrük alatt is pénz van? 200-ért ütötték le, vagy kelte lesz, nem is tudom, mert nem tudom, hogy kell ezt pontosan nézni. Ugye első emelet 800, Voga János 750, ez licitár egyébként. Aha. Első emelet, ezt kiírtam annak, amikor ez elkelt 800-ért. Matt LeBlanc 1500-ért ment el.
és görben óra 800 érkelt el. De és te 100-ról indultál el. 100-ról elindítottam a kísérletet, és azt mondtam, hogy jó, akkor irány. Irány az első hely, Elvis Presley 1,5 millió forinttal vezet. Micsoda? 1,5 millió forint. De azért már el is adták, vagy ennyim van? Ez azt hiszem, hogy ez elment. Ő vezeti a rangsort, 1,5 millió. Azt nem figyelj, ha belegondolsz, hogy mikor a Russell Crowe 10 000, Michael Jackson 10 000. Jancsó Miklós 10 000. A Michael Jackson az, ami megdöbbent. Igen, tehát ha Tony Curtis 100 000, akkor egy Michael Jackson ne legyen már 10 000, mert mindegy, hát akkor ehhez lőjük be, hogy mennyire ment föl 100 forintról. 100 forintról indítottam. 100-on indítottam. 100-ról indítottam a licitet, és azt mondtam, hogy Sebestyén Balázs dedikált autogram kártyája. Tippeljetek, mennyi nál most? Szerintem. Miközben ilyen árak vannak, hogy tankcsapda 6 000. Hát most ez, azt hiszem, ez el is ment, igen. 6 000-re már is vitték. 6 000-re el is vitték, így van. Hát, szerintem... 100 forint. A 10 forintosával lehet licitálni. A rockerek, ez azért nem viszonyítjuk, mert ők a legfanatikusabbak. Ők tényleg bármit, vagy, bármit igen, nem, egy hónapig nem eszik, illetve hát, jó, inkább nem iszik, vagy mondjuk 2 hétig, csak azért, hogy megvessem mondjuk egy dedikált tankcsapdakártyát. Ők más kategória, de szerintem... Hát de Balázs is más kategória. 100 forint volt a licit. Egy van. Na, 100, és te mennyinél tartok? 120. Mennyinél tartok szerinted? Hát, 2500. Szóval kapasz. Nem már több. 2500 volt a pénzek belőle. Azt mondod csak, hogy... Még nincsen lezárva a licit. Hogy már ki van 2005 környékén? Nico Rosberg vagyok. De nem. Ezzel az egészet csak azt akartam mondani, hogy most 2500-nál tart, de mindjárt rá te dolgok még egy 1000-est, és 3500-nál lesz. Mondj egy árat. Na? Ez körülbelül 2 hete van fönt. 2 hete? De már lekerül, 15 000. Hát 15 000. Minimum 15 ezer. Na mondom akkor, hogy állok. Hogy álltam egy nappal ezelőtt, mert azt hiszem mondjuk véget is értett. Most belőlesz valami irgalmatlan összeget, ilyen 30. Jelen pillanatban az összeg 100 forint. Hey! De szép! Jó ideje, nagyon megindult. A kutyának nem kellett. Senki. Érted? Desperado 200 forinttal lenyomott. Desperado 200 forinttal. Nem. Tudom, hát tudom, milyen hogy világ ez, ahol nem kell az autogramkártyám 100 forintért. Én tudom, hogy hol szúrtad el. Ott szúrtad el. Ez egy, tipikusan ugye ez egy ilyen hozzás, hogy valahol nagyon alacsony árat lősz be valamilyen termékre, akkor az emberek azt hiszik, hogy az gagyi, vagy hogy hamisítvány, vagy hogy vagy valami kis, hogy hívják, trükk van az egész történetben. Alacsony volt, egyszerűen, de nem alacsony volt, egyszerűen. Nem hitték el, hogy valódi. Így van, nem hitték el. Senki nem hitte 100 forintért, egy Sebestyén Balázs. Hülyének néztek minket. Csak mondom, hogy görben óra 800-ért elkelt. Voga János 750-en volt licitárra. Én 100 forinttal indítottam, és nem licitált rá senki. Van olyan rovat, hogy a felelteni kérdéseket az eladónak. Csoda, hogy ott nem üzentek neki, hogy anyáddal szórakozzál. 100 forint, kiszi már el. Te igazi seget, egy echte Sebestyén aláírás. Hát szerintem indítsd újra. Ez a szomorú valóság, gyerekek. Nem? 5 000-ről vagy 10 000-ről indítsuk újra. Ez hát, a mert akkor már elhiszed. De hát a többit csak kell elhined, és mégis azért voltak itt leütöttek, meg voltak itt elvittek. Van róla fénykép, hogy itt tartod a kártyát. Nem. Nincs? Nem. Úgyhogy most az lesz, hogy visszarakom, és ráriszitálok saját magamra. Mert jó. Ez csali. Megveszem tényleg saját magamtól. Megcsinálok, és fölnyomom egy 4 millió zárát. 4 millióra, és tudom, megveszem, és lenyomom Elvis Presley. Az olyan forró, hogy tudod, ilyen regisztrált licitálok lennünk. Rákóczi 70. Mondom, 70. Pizzát látszó lenne. Figyelj, legyen számozott a kártya. Írd mellé még, hogy számozott. Ez az első. Igen. Az első, és az utolsó. Ne, az meg is tök átlátszom. 0-0-1. Legyen a harmadik. Ez legyen a harmadik. Legyen a harmadik. De Limitation Edited? Az. Igen? Tehát az. Megnéztük, hogy egy bizonyos darab számot bocsátunk ki belőle? Mennyien nézték meg a hirdetést? Kérdezi, hogy ezt meg lehet? Azt én nem is figyeltem. Meg tudod nézni, hogy mennyien nézték meg a hirdetésedet? Hát lehet, hogy jobb, hogy nem láttam. Lehet, hogy jobb, hogy nem láttam. Igazából. Az sokat számít, az nagyon sokat számít. Nincsen eredeti dedikáló kártyád mondjuk az E-pluszos időkből? De ez is eredeti volt. Mi, azt de ez az mennyire újabb. Hihető, hogy akkor az E-pluszos az eredeti? Már az önmagában attól is értékes, hogy nem nagyon van már. Tehát, hogy nagyon nehezen lehet felelni ilyen régi dolgokat. Mert azokat mindet elégettette, tudod, az a frizura. Azt bezúzattuk, azt megsemmisítettük. Na mindegy, úgyhogy hát ez szomorú. Mi hogy... lenne, ha magadtól megvennéd nagyot sok pénzért? Ugye bukni nem egy buknád. Egy hien is lenyomott. Ó. Oh. Tehát te ott tulajdonképpen mindenki. Vedd meg magadtól. Vegyem meg saját magamtól? Igen. Ígérelek 10 000-est,
üzd le 10 000-ért, megkapod a pénzt, tehát pénzt nem fogsz vele bukni, viszont elmondhatod, hogy 10 000-en állsz. De azt mondom, hogy azt fogom csinálni, hogy megyünk az Elvis Presley-t. Tehát fölütögettem ilyen 3,5 millióra. Elutalod, van valami utalási költség, mert nyilván a portálnak kell valamit fizetni belőle, tehát kis bukta van, de elmondhatod, hogy te 3 milliót érted. De hitelesíteni kell mindenképpen. Kellene mert mellé felrakni egy képet, amin te vagy látható az autógram kártyával, hogy rámutatsz. És mellette egy közjegyző a másik oldalon. Ez tudni? Én vagyok. Ilyen nagyon nyomorultan tudod. Léci. Felfelé fordított hüvelyk ujja. Igen, ez az. Léci, igen. Na mindegy, úgyhogy hát nem, ez nem egy önbizalom növelő dolog volt ez. Akkor mi minden azt gondoltam, hogy na majd most. Most olyat szárnyalunk. De nem egyedi az a baj, tehát látták egy csomó kitelepülésen, hogy egy csomó ilyet aláírtál, érted? Nem, azért nem valami kellett egyedi, senkinek. De nem, de. Valami egy... Zoli írja, hogy Charlie a majom tenyér lenyomata is 150 forint. És ő ugye lenyomott téged, tehát az drágább. Tehát még Charlie a majom tenyér lenyomata is 150 forint. Ez a tenyér lenyomat, például ez egy tök jó. Na, Ferének van benne gyakorlata, meg neked is nyilván, én már elfelejtettem, csináljunk ilyen izét, ilyen sós, vizes, lisztes gyurmát, aztán gyomjuk bele valamilyen testrészünket, és azt rakjuk fel. Simán megcsinálhatjuk. Egy sós gyurmás testrész? Na, hagyd találjam ki, hogy mit akar sós gyurmában nyomni, nem? Tehát gondolom én, hogy... Így van. Pontosan így van. Pontosan erre gondolom. Miért érzem azt, hogy te már kitaláltad, hogy melyik testrészedet akarod sóliszt gyurmába nyomni? Az nem jó, mert a negatívot fogjuk ugye megkapni, aki megvásárolja, és tömeggyártás lesz a tiédből. Ja, tényleg. Főleg, hogyha mind a két oldalát megkapják. Összefordítják, és utána pedig öntő formának használják. Hát, szomorú vagyok egy picit, emiatt. Szomorú vagyok. Na mindegy. Már nem lehet, már ne keressétek, mert már nincs. Miért most gondolod, hogy emberek milliói kezdtek rá? Most mindegy, most már jöhettek, most már, hogy hol van rá, most jöhettek most már. Nagyon picit azért meg vagy bántódban. Kérdezik, hogy hol van licén. Eddig nem kellett, most már nem csinálunk így. Az ételen keresztül könnyűenek reklámot csinálni. Egyébként most már levonultunk, megsértettünk, levonultunk. Uh-huh. Úgyhogy ez van jelen pillanatban. Biztos, hogy forintot írtál, és nem eurót? És akkor meg már tényleg sokat? Nem, forint volt. Kikiáltási jár, így van. Na, utána járunk nem sokára, hogy meddig tart Budapesten a dugó. Jó? Úgyhogy aki szenved, elsősorban budaiak, azok figyeljenek majd a hírek után, mert fölhívunk valakit, egy szakavatott szemét, aki elmondja nekünk, hogy meddig tart még ez a brutális káosz. A főpolgármester helyettesünket fogjuk fölhívni. Na, valaki el kell verni a port. Mi az autogram kell? Ős Balázs, egyébként Ős Balázs. Tényleg mondja el nekünk, hogy meddig lesz még dugó Budapesten, azon belül is Budán. Kik találják ki, hogy találják ki ezeket a felújításokat, és mire lehet számítani, mikor adják át a Margit hídi csomópontot, mikor fonódnak már a villamosok egymásba, a Szél Kálmán teret, és ez a budai őrület, ez mikor ér véget? Ezt szerintem sokan várják. Hát közlekedtek Budán? De ez szerencsére elég ritkán. Mit keresnénk mi úri területeken a János? Nem, ugye, nagyon jártam Budán. Egy proli és egy paraszt, tehát még bennünket át se engednek, de hogyha mész, akkor te például a 13. kerületből kimenni az M1, M7 felé, az maga a rémálom. Tehát ha át akarsz menni Margit híd, ott ugye már nem tudod, keresztül a Szél Kálmánon vége, hogyha a főutca felé mész, vége, most csinálják a körforgalmat a Lánchíd előtt, akkor utána ott van a Bakcsomópont, az Osztyapenkó és még az M1-emét kivezető. Tehát hogy gyakorlatilag az egész. Így van. Mi fel akartuk menni valamelyik nap a nejemmel, autóval, ugye ez egyik kedvenc cukráznánkhoz, ami Budán található, és félúton feladtuk. És ott akkor menjünk inkább haza. Én nem fogok itt állni a dugóban. Egyiket felfelé szoktam járni, hogy a Mehmátligetés és környékére járok, ugye a kedvenc krémesezőnkhöz, és mondjuk ott is. Minden kerületben van egy kedvenc cukrázár, ezért ezt szeretem. Tehát veled nagyon nem fognak ki. 18-ban vagy ott, 3-ban ott, 2-ben ott. Tehát egy kerületenként van 4 cukrázda ott. Ahova te beszorulsz, akkor nem tudtok sarokba szorítani. Ha én krémest akarok, akkor krémest ezen. Fejben van kerületenként én 43 darab cukrázda, ahova jó menni. Igen, szóval a budai közlekedés az meghal. Úgyhogy ennek próbálunk nem sokára utána járni. Jó? És megkérdezni az illetékeseket, hogy meddig kínoznak még bennünket. És mikor adnak át ezt vagy azt. Na, nézzük gyorsan még a közlekedést. Azt mondja, hogy Miskolctól Barcika felé drága fotók készülnek a BÉM-nél. 60-as tábla van. Ezt meli.
küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt nézem, hogy van-e még valami, ami friss lehet. Budai oldalon, a Kolosi térnél befelé haladó sávóval nagy a dugó. Máté üzeni a 10-es utat, mindenki kerülje, mert elesett. Tepe és Berettyói falu között készülnek fotózni. És az 51-esen, ezt már többen írjátok, hogy a 26-os kilométernél van egy nagy baleset, félpályás lezárás, rendőrök irányítanak, úgyhogy ott is dugó van. Ezt Paca küldte nekünk. Na viszont egy csomó jó hírünk van. Képen? Igen. Tényleg? Aha. Na gyere, üljet ide. Na, csücsönj ide. De hát neki be kell lépni saját izé fiókjába, érted? Nem úgy van. Te gépről olvasol? Nem, azzal kezdődött, hogy meghalt a nyomtató, és itt meg nem tudom megnyitni az e-mailemet, úgyhogy most próbálok valami... Na mondd fejből a híreket! Az a baj, hogy ez a rémálmaimban már szerepelt egyszer, nem, és olyan már. Is lehet, volt, nem mi? Most akarom teszni. Ákos, ezeket a híreket már tegnap óta mondod, csak meg fejből. Tegnap 5-től 8-ig dolgoztam rajta. Már tegnap előtt elmondta Kiricsi Karola. Tessék, itt van. Jó. Ez be van dugva, vagy le fog merülni közben? Majd én kihúzom egy időre a felénél, jó? Nehezítünk. Jó, akkor ott nehezítünk. Hozzátok fel a pincéből a Matrix nyomtatót! Na, jönnek a hírek Ákostól, aztán jövünk vissza a főpolgármester helyettesen, és picit utána járunk annak, hogy meddig van még dugó Budán. Jövünk a részletekkel a hírek után. 3:48 lesz. 6 perc múlva itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Na most már mi is? Most már ti is. Most már ti is itt vagyok. Hegyes Halom határ teljesen beállt. Albert küldte nekünk. Tisza-Füreden a 33-as úton a Kagylós benzinkútnál lehet mosolyogni az autósoknak. Köszönjük szépen. Na! Megnéztem egyiket az autogram kártyát, és az elmúlt percekben azért eléggé felverték az árát. Ez azért durva, mert én azt hittem, hogy ez már nincs, már megszűnt. Igen, fönn már van. Megszűnt, de még fönt van. Fönn van. Már egy unit kértem, hogy szedje le, de még fönn van. És már 550 forintom vagyok. Voltál a rokonoknak, vagy? Nem. 500-szoros emelkedés. Azért ez nem rossz. Én bármiből beleraknám a pénzem a tőzsdén, ami ennyit hoz egy idő alatt. Azért az nem 500-szoros emelkedés még. Az csak 5-szörös, mert 100 volt a kikiáltási jel. De mivel 100 a 100%, érted? Akkor 200. De nem, az 5-szörös emelkedés, nem 500-szoros, nem? Hát mivel a 100 a 100%. Nem 100-szoros, hanem százalékos, 100%-os, úgy jó. De, bocsánat, elnézést. Én ne veszhetek össze ezen. A lényeg, hogy Jani tőzsdézni akar a képeddel. Úgy valóban 100%, akkor 500%, igen. 5-szörös emelkedés, 500%, így van. Köszönöm. És... hát nem tudom, hogy mi lesz a vége a dolognak, de... Hogy ráígére valaki 600-al. Most komolyan. Mennyivel lehet fölmenni? 50-esével? 50-es licit van beállítva. 50-es. Na, kérdezzük meg... Csak mondom egyébként, hogyha már nem adod el, akkor kitiltanak a vaterát. Ezek után most már el kell adnod. Na, nézzük, hogy mi a helyzet Budán, és mi várható. Szerintem ez sokakat érdekel, aki Budapesten lakik, az most egy kicsit szív, és olyan, mint egy ilyen végeláthatatlan budai felításba vágott volna bele a főváros. És egyelőre a romokat látva Budapesten nem tudom, hogy mikor érez véget, de mindjárt megkérdezzük a főpolgármester helyettest, aki már itt is van velünk, dr. Szenecei Balázs. Hello Balázs, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, uraim! Jó reggelt! Hello Balázs, te honnan jársz dolgozni? A Római parton járok be. Ó, hát akkor egy halk imád... Magam is szembesülök a kihívást. Egy halk imád, te is minden reggel elmormolsz, nem? Hogy... Így van, csak hát nincs kit szidni maximum magunkat, de az a helyzet, hogy azért az a jó hírem, hogy azt már látjuk a fényt az alagút végén. Hát ti már igen, de a közlekedők még nem. Na, mondj egy-két jó hír, tényleg, hogy mikor szabadul a fővárosa a dugóktól. Nyilván részletekben adtok át mindent, Kolosi tér, Margit híd, Budai alsó rakpart, de mégis meddig kell még ezt elviselni, mert most szerintem elég nagy a káosz Budán. Hát az a helyzet, urak, hogy a fő gózpont az nyilván a Budai rakparton az ördögárok befolyásszakadása miatt alakult ki, az egyik, a másik pedig a budai fonoldó villamos kiépítésével kapcsolatos. Minden erre a két nagy gózpontra vezethető vissza. A jó hírem az, hogy lesz egy szép karácsony ajándékunk a budaiaknak, mert december 23-án lezárul végre valára a budai fonoldó villamos kiépítése, amivel nyilván mindig az utolsó 2-3 hónap a legnehezebb, egyébként maga az ütemezés az nem csúszott, és a vállalkozó is szépen időben azt látott a kaszokat. Csak hát azért az most már kezd fájni, ez az utolsó két hónap, ez teljesen természetes, és
mindenki szíves türelmét és elnézését kérjük. Arról kidönt egyébként, hogy egyszerre mindent, ugye? Tehát most a budai alsó rakpart, a fonódó villamosok, a Kolosi tér, ott a Komjádi úszoda mögött is minden romokban áll. Tehát az a baj, hogy nincsenek kerülő utak, vagy ami kerülő út lenne, az is szét van bombázva. Ilyenkor nem lehet elhalasztani, vagy úgy összefonni az egészet, hogy részletekben? Hogy az autósok mindig tudjanak valahova menekülni? Mert Budán nagyon nehéz. Az a helyzet, hogy nem igen lehet elhalasztani. Egyrészt nem lehet menekülni Budán, ugye az olyan a közúti hálózat felépítése, hogyha valahol az ember hozzányúl a keresztmetszethez, akkor azt máshol is érzik pár kilométerrel arrébb. Másrészt, hogy ez nagyon komplex nyomvonal felújítás a budai fonódon, ami nagyon sok részét érinti Budának, nyilván egyszerre lehet csak csinálni. Ezeket uniós forrásból finanszírozzuk ezeket a beruházásokat, és hát nyilván csúszást nem okozhat, mert ha csúszunk, akkor vissza kell fizetni a pénzt. Tehát itt bármennyire is szeretnénk több szakasz berakni, vagy lassabban készíteni, nem lehet, mert akkor elveszítjük a forrást. De csak úgy tűnik az egész, mindent egyszerre kellene hirtelen. Tehát úgy tűnik, természetesen úgy tűnik, hiszen emberek vagyunk és kellemetlenséget okoz, de higgyetek el, hogy a józan paraszti itt is működik. Tehát mi sem akarjuk, hogy itt kellemetlenségeket okozzunk. Biztos ebben, minden hallgatónk fejében most az a kérdés motoszkál, amit én fog föltenni, vagy az is többek között. Miért nem lehet éjszaka dolgozni? Miért nem lehet a csendesebb munkákat? Miért nem lehet 0-24-ben dolgozni, hogy nagyon gyorsan haladjon az építkezés? Valahol lehet, valahol nem. Egyébként folynak most is éjszaka munkálatok egyes szakaszokon. Egész egyszerűen több oka van, valamikor nagyon megrágítja az építkezést, amit az ember valamikor bevállal, valamikor nem, attól függ, hogy árérték arányban megérje, de vannak olyan munkát, akkor egész egyszerűen fogalmilag kizárt, hogy éjszakai munkavégzés folyjon. Tehát nyilván a város közepén nem lehet aszfaltot törni hajnali kettőkor. Így van. Igen. Az igaz, hogy nekiálltok most az Árpád hídnak is valamikor, nem sokára? Vannak dilatációs részek, amiket újra cserélni kell, de ezek csak a hétvégeket fogják érinteni, és kialakítunk olyan provizóriumokat, olyan felső fedéseket, amely alapján a keresztmetszet szűkítés az nem lesz majd indokolt, úgyhogy ez kevés annak lehet okozni. Hétköznap pedig semmilyen keresztmetszet szűkítés nem fog eredményezni. Ezt kevésbé értettük, a lényeg, hogy csak hétvégén dolgoztok majd az Árpád hídon, de hétköznap. Hétvégén lehet némi kellemetlenséget érezni, így van. Az mondjuk baráti, mert ha most ehhez képest még az Árpád hídot is szétbombázzuk, akkor igazán nagy lesz a káosz. Az nincs benne a fővárosi vezetésben, hogy egy irányosítani a rakpartot? Én ezen annyit gondolkodom, hogy az egyik oldalon csak a déli irány, a másik oldalon a másik irány. Ha lenne még négy híd, akkor esetleg. Teljesen, tehát Pesten belül, vagy Budapesten belül azért sok híd van, ez teljesen elvetemült ötlet, hogy duplasávon mehetnénk az egyik irányba, és duplasávon a másik irányba? Nem elvetemült ötlet, végeztünk erre szimulációs gyakorlatokat és vizsgálatokat. De ennek a végeredménye az, hogy igazából ez csak elméleti lehetőség. Én azt gondolom, hogy ez a lehetőség inkább csak Pesten merülhet fel érdemben, hiszen Budán ez nem merülhet fel annyira szűkek a keresztmetszetek, de nem hozna annyit előre, hiszen okozna akkor a pozitív változást, hogy ezt meglépjük. Léteznek egyébként olyan, nem inkább Európában, de a világon városok, ahol időszakos jelleggel, egyes útszakaszokat egyirányúvá tesznek egyik vagy másik irányba. Én azt gondolom, hogy Budapesten ez nem életszerű. Hát most megjelent egy, nem tudom, hogy ez tanulmány, vagy, de egy terv arról, hogy mind a két rakpart teljes lezárásra kerül, és ilyen marha jó látványtervek, én a Facebookon találkoztam vele, lehetett látni, ahol úszóházak vannak, a rakpart helyén lehet sétálni, az teljesen légből kapott ötlet, tehát ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, gondolom. Hát a pesti oldalról beszél, ott gyakorlatilag vizsgák vannak a lehetőségét, hogy egy úszó Dunaporzót kiépítsünk. Ez egy nagyon kézzamart dolog tud lenni. Meg is lehet csinálni. Ez felszállított van most folyamatban, ami ezt vizsgálja. De ez nem érinti azt, hogy egyébként a közúti forgalom az természetesen megmarad. Gyakorlatilag most Budapest közlekedéséből a pesti alsó rakpart forgalmát nem lehet kivenni, ezt óriási dolgokat okozna. Forgalom csillapításban gondolkodunk. Nem keresztmetszet szűkítésben, tehát mondjuk 30 km/h lehet majd esetleg menni, de ez nincs ellentétben azzal, hogy egyébként kicsit közelebb hozzuk majd a Dunapartokat a fővárosi lakosok felé. És ott az M1-M7-es kivezető szakasza, bevezető szakasza, ott is nagy a káosz, az mikorra készül el? A bűvös dátum az 2015 április vége. 16 április végén lesz kész. Mert ugye hát aki már ott a Bakcs csomóponnál megy a felüljáron, az már ugye lassul, visszalassul ugye az Erzsébet híd is.
Tehát most megint ott arra is jó nagy kupi van. Ott mi vezetékeket kellett cserélni, vagy ott mit csináltok? Ilyenkor, ha hozzányolunk a csomóponthoz, természetesen vezetékeket is kicseréljük, meg a felső aszfalt réteget, nyilván komplex munkátok folynak. Ezzel jár sajnos, de már 2016 tavaszáról beszélünk, akkor egy újabb bűvös dátum a 2016 május 10, amikor végre valahára a Szélkámán téri születésnapomra kapom meg. Jaj, de drágák vagytok. Egy nappal előtte, de azért jó lesz akkor is. Köszönöm. Az jó. Az biztos nagyon szép lesz. Már most látni, hogy milyen arculata lesz, az jól néz. Az jól néz majd ki. Hát igen, átlátható lesz, emberibb lesz, egy színbe hozzuk a keresztmetszeteket, hát én azt gondolom, hogy nincs itt a senki között, hogy egy régi szégyenfoltot szüntetünk meg azáltal, hogy befejezzük a régi Moszkva tér, mostani Szélkámán tér felújítását. Hát finoman szólva arra már ráfért. És egy másik bűvös dátum 2015. május 26. Tarlós István születésnapja. Senki ne felejtse, írjátok a napot. Ez már volt, ez már csak 2016-ban lesz. Tényleg. Ja, de nem küldtem sem. Akkor lehet, hogy mégiscsak ő kapja a Szélkámán teret nevén. Nem baj az. 2016-ban lesz. Na jó, hát Balázs, reméljük akkor a legjobbakat, hogy minden úgy lesz, ahogy mondtad. Nagyon szépen köszönjük. De tulajdonképpen jó. Köszönjük a hírekről is, és köszönjük a fővárosiak türelmét. Jó híreket mondtál. Még a budai fonodó kapcsán, még karácsonyra elkészült. De milyen szimpatikus, hogy valaki türelmet kér az autósoktól, az ott lakóktól. Balázs, köszi, jó munkát nektek! Köszönjük szépen! Köszönöm, dr. Szerencsei Balázs főpolgármester. Na, hallottuk. Jó. Fiatal és már is orvos. De kellene, hogy orvos. És azt mondom, hogy kérdeztem, hogy fejfáj. Hát, kicsit meg a fejfáját. De nem, ez jó. Én szeretem, ha valaki úgy nyilatkozik, hogy azt mondja, hogy igen, csináljuk, de türelmet kérünk, elnézést kérünk rajta. Hogy csak egy mondat, nem? Egy és az egész valahogy sokkal szimpatikusabbá válik. Mert néha tényleg olyanok ezek az építkezésünk, mintha egyszer csak úgy írtelen, hogy valaki a fejére csapna, hogy Jézusom, EU-s pályázat van, ki kell írni. Nem? Hú, el kell költeni a pénzt. Marika, hozza be a papírokat, felújítjuk a Kolozsi teret is. Ugye? Minden. Tényleg. Ugye? És hirtelen egyszer, és elindul minden. De aztán hallasz egy racionális magyarázatot, és megnyugszol, hogy tudatos döntés ez. Csak hát, aki például Budán lakik, az szenved. Na jó, van kitartás, drága de jó lesz, jó? Igen. Decemberre ugye a fonodó villamosok a kapcsolatos beruházások befejeződnek, és akkor márciusban kezdődik majd a garanciális javítások a fagy után. Azt nem kérdezted meg, hogy lemegy a villamos a metróba. Hát miért nem kérdezted meg? Vagy hívják ki a Kispest. Kispest, ez nem, szerintem ez nem fővárosi ügy. Ott, tehát, hogy az majd oda még Kispest mi? Mi? Nem, Kispest nem a főváros? Vagy ez mi? Miben hát ez állandó lesz hangsúlyozó. Agglomeráció? Az micsoda? Az nem, megye, nem, az egy tervezet, az egy kész tervezet, de az még nincsen eldöntve. Ja, azt hittem, hogy Kispestet ma valahova máshova sorolod. Veszprém megye, Beér megye, tehát hova teszed Kispestet? 30 után a második, legfontosabb kerület. Na játszunk, Góben bácsival, Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Zoli, hello Zoli, honnan hívtál minket? Szia! Budapestről hívtalak, még egyelőre, mindjárt indulunk nyaralni. Jó, mindenki nyaralni megy, minden játékosunk nyaralni megy. Kivel mész nyaralni? A párommal megyek nyaralni, és Görögországba. Na. Ja, jó van, azt hittem, hogy az előző játékosunk, ami Zsani pedig ment Zalakarosra. Zalakarosra. Pont nem hallottam. Nem baj. És hova mentek Görögországba? Paráliába, viszünk nekik egy kis pénzt. Parália. Az jó. Életem, ott van egy brutálisan nagy csúszdapar. Igen, tényleg? Tényleg. Hú, de jó. Na, ezt kipróbáljuk mindenképpen, azt nem hagyjuk ki. Ja. Egy pár gondolatom a Ferinek lehet a leszokással kapcsolatban? Hogyne? Nem, azt mondta, nem, majd fölhívlak. Játsszuk le, és ha marad idő, akkor jó? Játsszuk le, és ha marad idő, akkor az a biztos, legyünk túl a járásnak. Eltorzult az arca. Nagyon kell tartanunk az időket. Rend van, és fegyelem. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, figyelj. Gyönyörű. Hangversenye vannak. Sokszor mennek hangversenyre. Ott vannak ők is velem együtt a Mátyás templomban. Szép kis hangversenyen. Szép kis, megyek újra, majd beszámolok róla. Mutatjuk, mit csinálnak, figyelj, ez egy mese lesz, jó? Rövid részlet jön. Nem, könnyű. És üvegpoháron játszanak most, látod? Ez nagyon könnyű, de én mégse fogom tudni, hát még egyszer. Hogy nem mutatjuk, figyelj. Bűvös maszkó. Nem, nem az a kéne. Ez a bűvös kocka. Bűvös kocka.
Bűvös macka. Ezt is nem hallottam. Gondolkodik a segítsége, mert nekem fogalmam nincs. Mutatjuk, figyelj. A nosztalgia az alkeszek kocsmába. Nincsen? Hát a majom az a fele már megvolt, hogy mackó, csak milyen mackó? Nem tudom. Mutatom hosszabbat, nem? Kocsmó mackó, nem tudom. Ne! Ne? Hát akkor hosszabbat. Nyüves mackó, mondd is meg. A nyüves mackó. Jézusom, a nyüves mackó. Na mondj gyorsan, lejár az idő, meg mindennek vége, most már el is hangzott. Nyüves macskó. Nyüves macskó. Nem, füves macskó. Nyüves. Füves. Hát ez nyüves macskó. Füves 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 macskó. teljesen kimaradt tényleg. Mikor vagy Zoli? Mikor születtél? 86-os vagyok, de ez teljesen kimaradt. Hát pedig 86-ban vagy 90-ben ez a mese, ez még nagyon ment. Sose bánt. Igen, mondja. Mindig agresszivitás váltott ki ez a mese, elkezdtem utána a nővérem babájának a karját csavargatni. Gyűlöltem ezt a füves mackót. Én nagyon-nagyon szeretem. Brum, 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 brum. Úr, debil. Jó, egy mondatot még tudsz mondani röviden, Zoli, a dohányzásról. Igazából annyit akartam, hogy egyrészt, amit ti elkezdtetek ezzel a pipa, a szivar és környékével, az minden dohányosnak tökéletes arra, hogy még két évig rajta maradjon, hát cigim, mert annyira fizegesen. Hát ez volt a projekt volt. Az meg volt. A másik, ami nagyon fontos szerintem, ami nekem ne válik, hogy soha ne csinálja azt a Feri, hogy nincs nála egyáltalán cigim, hanem inkább legyen nálad, de ne gyújtson rá. Mert engem például rohadtul idegesítette az, hogy nem volt nálam cigaretta, amikor akartam. Viszont, hogy van nálam és nem gyújtok rá, az ugye megint, az menő. Ja, én ilyenkor kérek mástól, sokkal egyszerűbb. Tegnap akupunktúra volt, elmondja Feri majd a hírek után, hogy állunk jelen pillanatban. Zolikám, köszi, vigyázz magadra és jó nyaralást! Jó? Köszönöm szépen, köszönöm. Csokoltatunk, szevasz! Köszi, ciao, hello, hello. 5 perc van, 8 óra jövünk a hírek után. 8 óra múlt 8. 8 óra múlt nóci. Nyavuc. Nyavuc. Van. Miről beszélek? Szoktátok néha úgy érezni, hogy semminek semmi értelme? Igen. hogy semminek semmi, hogy mész vagy, de hogy tulajdonképpen semminek semmi értelme. Ez szokott ilyen klasszik 40-es életérzésetek lenni, hogy tulajdonképpen semminek semmi értelme. Hogy ilyen csinálod, felkezd, teszed, gyerek, család, dolgozol bele, de tulajdonképpen jó, meg szép, meg aranyosak, meg imádod, de tök, mint akkor sincs semminek semmi értelme. A szabink alatt voltunk a planetáriumban. Én mindig akkor érzem. A planetáriumban. Amikor elkezdenek a világ mindenségről beszélni, és így rájött, hogy így az egész így. 10 milliárd évvel ezelőtt, és akkor belegondolsz, hogy tehetben. Egyrészt jelentéktelen momentumok vagyunk, hogy mi is, a bolygónk is, meg... De nem is kell, hogy ez az elmény, csak akkor fürdesz otthon vagy egyedül az autódban, vagy tömegközlekedésben. Az engem önbizalommal tölt. Ez a csomószor érzem azt, hogy semminek semmi értelme. Most az van? Most nincs. Ja. Na, jó. Amikor az ember csinál valamit, vagy akkor teljesen átadja magát a flow élménynek. Hát a rádió műsorvezetés ez egy ilyen élmény, tehát 4 óráig nem nagyon gondolsz másra. Csak mész, úszol az áramlatban, mint egy kis lazac. És csapkodsz a kis farkaddal a hideg vízben. És kerülgeted a medvéket, akik ki akarnak fogni. De egyébként egy-egy ilyen lecsendesedett pillanatban rám tör ez az érzés, hogy semminek semmi értelme. Semmi. Nincs, semminek semmi értelme nincs. De most megvan a flow. Most olyan flowba vagyok, tesó, hogy most nagyon nagy flowba vagyok. Most van értelme, most mindennek van értelme. Van egyébként ilyen. Nehéz életérzések ezek egyébként. Hát például, amikor rász vagy ülsz a dugóban, hosszú-hosszú percekkel keresztül, vagy órákon keresztül. Én szeretek, mindig telefonálgatok, nézem az e-mailjeimet. Az engem tökre szórakoztat. Alszom, válaszolok e-mailekre, SMS-ezek. Tök jót beszélgetek a gyerekkel, ott ül a hátam mögött, és mindig megyünk edzésre, vagy akkor dumálunk. Tehát az nem, csak úgy egyébként, úgy egyszer csak úgy, ez így rám tör. A török bálinti úton senki ne próbáljon kerülni. Senki ne próbáljon kerülni. Az M3-oson a 204-es kilométernél Budapest felé trafiznak, ezt Halász küldte nekünk. Köszönjük. Budakesziről a Széll Kálmán tér 70 perc. István, köszönjük szépen az SMS-t. Erik eltűnt mostanában, nem látom. Igen. Nem látom az SMS-t. Anyukája rászólt, hogy ne szórja a pénzt. Feltöltőkártyás mobil. Igen, sok a telefon használat, igen. Azt nézem, hogy Angela vagyok Miskolcról. Miskolc, bulgár földön hatalmas baleset van, villamos és kamion ütközött, aki teheti, kerülj ezt a szakaszt. Köszönjük. 3-as metró ledobta a láncot a Lehel térnél, üzeni nyomdafutár.
valamint az M1-es M7-es bevezetőn a Tesco után két baleset is történt, de baromira nem befolyásolja a dugót. Áll az egész így is, úgy is. Na mi van a dohányzással, Feri? Figyelj. Tegnap ugye, aki nem hallotta volna, tűket szúrtunk Feri fülébe. Tegnap 6:30 elszívtam egy cigit, amit akkor még azt gondoltam, hogy a szokásos napi rutinom része. Egy órával, illetve 1/2 órával később kiderült, hogy az volt akkor az utolsó cigarettám. És kaptál 10 darab tűt a füledbe. Igen, 5-5, hát... Mi többet kértünk, de... Igen, azt mondták, hogy most nem lehet, mert más nem stimulálnának. Olyan volt, hogy egy kis tűpárna. Jött Gabi néni, az én szűszúró asszonyom, aki gyakorlatilag kiütött engem egész napra, tehát azt tudom mondani, hogy azért nem dohányzol a akupunktúra után, mert nincs rá erőd. Tehát, hogy itt teljesen kész vagy, és beszúrta a tűket, és én eldobtam az összes cigimet, ami csak volt, kimentem a Margit szigetre, futottam egy kört aznap. Kergettek? Egy kicsit igen, volt egy kutyás futólány, de ő előttem futott. És Feri az orrunk előtt cserélődik megint, nem dohányzik és fut. Tehát ez megint egy új Feri. Mert úgy éreztem, érted, hogy a kettőt összetudom rakni, és fantasztikus volt, ez volt délután egykor. Hazamentem, és utána... És még mindig nem, még mindig nem. Semmi, 6:30, és délután 4-kor érkezett el az a pont, amikor azt mondtam, hogy Feri, így szólítom magam, ha beszélgetünk. Ezzel nekem szépen, hogy ilyen közvetlen is mondtam, hogy igen, ez jó, hogy ilyen jó vagytok tényleg. Mondtam magamnak, hogy te Ferkó, szerintem király vagy, te le tudsz szokni, megérdemelsz egy cigit. Ne, tényleg? Nem ám. De volt valódi hiány, elvonás, idegesség, feszültség, vagy csak azt érezted, hogy most van egy pillanatod, leültél, és beindult a klasszik pótcselek, és hogy na most de jó lenne egy szál cigaretta. Pontosan ez volt, történt. Mi? Pontosan ez történt. Azért érdekes a dolog, mert nem volt kínzó vágy, nem remegett a számszéle, nem voltam ideges, nem úsztam föl magam semmit, tehát nem volt semmi olyan, és pontosan az történt, hogy mondom, mielőtt megyek az iskolába, panyeszére, de van még egy negyed óra, egy jó kávéval kiülök a teraszra. És ott a pótcselekvési ösztönbe indul. Igen, és hogy annyira jól esett, hogy ezt évek óta nem esett jól ennyire cigaretta, viszont mondom a tegnapi átlagomat, 7 darab cigi. Az viszont na, jó. Az biztos. 7 darab, mert ugye volt a reggeli kis adag, és utána délután még semmi, aztán pedig még este egy kicsit így ráfutottam a dologra, de nem volt az az intenzitás benne, és azzal a nyugodt érzéssel szívtam el a cigit, hogy én tulajdonképpen már nem is dohányzom. Tudod, tehát rettenetes módon átvertem saját magam ezzel, de a módszer működik. Tehát aki le akarja tenni, és erre esküszik az akupunktúrára, szerintem ez működik, onnantól kezdve viszont te vagy a felelős, ezt ugye Gabi is tegnap elmondta, aki itt volt nálunk, hogyha te magad eldöntötted is lett, akkor meg tudod csinálni, és ez tényleg nagy segítség. Csak most szurkáljunk újabb tűket a füledbe, vagy nézzük más módszert? Én most még mennék más irányba. Mennél én most kíváncsi lettem, hogy mi van még, tehát a jövő hétre, ha valami jövő, nézzünk tehát a hétfőre van valami rossz, jó, rossz. Akkor csináljuk meg a dolgot, és akkor menjünk egy másik módszer felé, hogy arról is be tudjunk számolni a hallgatóknak, de aki hisz az akupunktúrában, az szerintem használja nyugodtan, mert ebben is nagy segítséget lehet benne valami. És ez a 7 szálas napi minimum csúcs, ez szerintem ez így nem rossz, de azt mondják, hogy nem jó út a leszokáshoz. Ugye ezt átbeszéltük, mert a Balázs módszere, ez volt az első, hogy húzzák ki belőle. Várjuk meg a végét. Ja, lehet, hogy ma már csak mit tudom én. 5 lesz. 4-3. És csendesen itt jövő héten abban. És hétfőn addig elszívja összesen azt, amit addig elhagyott. 64 szállat. És egy nikotin narkózisra ott fekszik az erkélyen, a -3 fokban hajnalban. És 20 szállat gyújt meg egyszer. Egy ilyen brutális jamaikai trombit. Elájulsz, és a gyerekeit találnak rám magzott pózban, fekszel az erkélyen ki. Fanyás sérülésekkel. Szerintem egyébként az igazi leszokás az, amikor már zavar a cigaretta füst. Tehát akkor érzed azt, hogy na, te onnantól kezdve már nem vagy dohányzó. Kevesen mondják el, egyébként sokan azt mondják, van egy haverom, az 15 éve nem dohányzik, azt mondta, hogy ő ma is dohányos. Tehát, hogy ölni tudna egy szál cigiért, de jól tartja magát. 15 év után. Szörnyű. Jó, tudod, mire kell gondolnod? Mit szoktam mondani? Vehetnék én is egy olyan angol autót, mint nem, te azt szoktam az mondani, nem az élet kemény, te vagy csücska. Úgyhogy te levegheted a szemed előtt, hogy valahogy meg tudod ezt majd csinálni. Meg tudod ezt ugrani. Én érzem az elszántságot, leszoktatunk. Jó? Most kicsit visszavonulunk, Janival, a kis bunkerunkban. Aha, így van. Kitaláljuk, hogy a gerinc ideg
kisütés, vagy pedig az agyi sok terápia legyen a következő lépés, és aztán jövő héten megyünk tovább. De mindenféleképpen vérezzek, jó? Tehát, de mindenképpen szívjál még egy kicsit, de mindenképpen szívjál még egy kicsit. Olyan nincs, hogy most csak úgy abba hagyod, 700, 500, 300 és leszoktál, tehát ennél mi azért ezt jobban el akarjuk húzni. Könnyű vele. Még egy kicsit azért akarunk szivatni. Van még egy-két Jolly Joker a paklingban, érted? Majd ha nagyon nem megy, akkor majd kapsz egy telefont, hogy a gyerek jól van, egészséges, de ha szeretnéd, hogy ez így is maradjon, akkor, igen, akkor adjuk vissza, ha lesz. Akkor visszaadjuk majd. Igen. Hát így, de jó, a módszer jó volt, köszönöm szépen, nagyon szépen csökkentettük, új erőt kaptam, úgyhogy várom a következő csapást. Jó, mennyi van a licitem? Na jó, hát nézzük ugye a licitet folyamatosan. Hát egyre jelentősebb össze, 25.700 forintról. 25 ezerre ment föl a nagyon kis... durva. Eddig nem kellett senkinek, mi? Eddig nem kellett senkinek. Nagyon durva. Most, hogy beszélünk róla, egy már 25 ezer áll a kis autogramkártya. Hát és itt ugye nem az lehet visszakozni, hogy komoly következményekkel járhat, hogyha valaki mondjuk nem fizeti ki ilyenkor azt az összeget, amit ő mondjuk így beígért, ezért a bizonyos kis ajándék. Tehát ilyet vannak, akik nagyon meg szeretnék szeretni. Már jobb vagyok, mint Natalia Oreiro. Sokkal eddig jobb vagy. Már jobb vagyok, mint Russell Crowe. Roma Verenekar. Salma Hayeket, Matthew McConaughey-t, de most komolyan. Mindenkit elnyomunk a 25 ezerre. Mit csinálunk a pénzzel? Hát majd valami jótékonysági dologra odaadjuk. Tök jó. Mint a magamnak három doboz ékrém, vagy még ha nem olcsó ékrémet teszel, akkor a 25 ezerből három jön ki. Ne, valakinek majd de monogramos kanalat kér mellé az. Szervezetnek, egyesületnek. Na, hát azt kell, hogy mondjam, János, szörnyű hírem van a számodra. Te most mindenkit kicsinálsz? Igen. Én ma így indultam. Úgy keltem föl, hogy semminek semmi értelmem. Szörnyű hírem van a számodra. Jön a dombi a helyemre? Mégiscsak jó. Legalább annyira szörnyű, mert ugye neked androidos telefonod van. Még nem álltál át az erő jó oldalára, még hiszel benne, hogy tudtok normális telefont csinálni. Mit csináltunk már megint? Már megint mit tettünk? Bejelentették, hogy van egy kártékony program, aminek te valószínű, hogy áldozatául estél. És én biztos igen vagyok benne, hogy te áldozatául estél. Ez nem a hivatalos áruházból letölthető alkalmazás, hanem ez egy videólejátszó. És ez a videólejátszó azt mondja, hogy ha te ezt használod, akkor ezen keresztül te jól tudsz lejátszani különböző videókat. Igen ám, de most jön a csavar. Mert ha te felnőtt tartalmat nézel a telefonodon, és tudjuk, hogy nem veted meg ezeket a tartalmakat, elsősorban nyilván laptopon nézed, mert azért az mégiscsak HD-s nagy felbontás, de gondolom azért voltak szűkösebb idők, amikor nem volt nálad laptop, és rá kellett vetni egy pillantást kicsi androidos telefonodra. Megszorultál. Volt már szükségem első segélyre, ha elcélzol. Volt már szükséged, igen. Szóval, ez az alkalmazás azt csinálja, hogy egy videólejátszónak adja el magát, viszont amikor te pornót nézel, akkor téged pornónézés közben lefotóz. Nem mond már. Hát, de bizony. Anyádat, köcsög! És utána megjelenik a telefonodon egy felirat, hogy fizessél ennyi vagy annyi pénzt, mert blokkolja a telefonodat, és felajánlja, hogy PayPal-en keresztül fizessél, mit tudom én, X eurót, mert egyébként közzé teszi a te fotódat. De várjál, mert a fotódat is kiteszi oda a kis képernyődre. Igen, kiteszi, még nem láttam, hál' Istennek. Kiteszi a fotód, ami azt jelenti, hogy ott ülsz kicsi, vagy fekszel, kicsi pocok feje, letold nadrágba. Még egyszer, mutasd még egyszer. Bal kezed foglalt, jobb kezedben a telefonodat nagyon nézed, ugye? Bekészítve minden körülötted óriási parti, és nem történik más, mint hogy, és ez igaz, ebben a pillanatban állítok a telefon rád fotóz. Majd megzsarol, ugye ez egy ilyen vírus, de közben nem olyan vírus, ami egy videólejátszónak adja el magát, megzsarol, hogy ha nem fizeted be az összeget, egyrészt blokkolja a telefonodat, tehát semmit nem tudsz vele csinálni. Ha nem fizeted be az összeget, akkor hát lehet, hogy valahol, most, nem tudom milyen úton, módon, de közzé teszi a te fotódat. Na most. Ahol hát meglehetősen finoman szólva kiszolgáltatott pozícióban. Csak ülsz, nem tudom, négykézláb, nem tudom, mit csinálsz. Figyelj, annyiban helyesbíteném a kis definíciót, hogy nézhetek én akkor, amikor lefogta az a telefon, hogy a méreteimen, mármint a testmagasságomon nem tudok változtatni, de a kedves hallgatók ne egy ilyen szánalmas nyomorult képet képzeljenek maguk elé, hanem a diadalmas Napóleon. Ahogy bevonul. Igen, a Wilson admirálissal. Wilson admirálissal, ahogy megérkezel. De milyen durva, nem? Nem kapható hivatalos áruházban, de megzsarolja magát a felhasználót,
hogy fizessél, vagy hát nyilván megijeszt azzal, hogy mit csinál a fotóda. Nem tudom, hogy hol tudják ezt a fotót felhasználni, nyilván nem valószínű, hogy felhasználják, de ha bedőlsz neki, hát akkor átutalsz 100-200, mint 300 vagy 500 eurót. Van nálad, Laci, fekete szigetelő szalag? Ezt a selfie kamerát az elején, ezt én most leragasztanám. Ajjaj. Figyelj, fönt vannak a képek a kis felhőbe, vagy nem tudom ti, hol tároltok, és onnan egyszer csak kikerül a netre, hogy... Nem, mondom még egyszer, hogy diadalmas napollában, jó? Bocsánat, csak mi azt nem tudjuk azt az arcot, tudod? Melyik pillanatban fotóz rád? Amikor nagyon nézed a monitort, amikor már felcsapódik a szövetbe. Már nem nézed a kis telefonodat, hanem már artikulátlan hangokat adsz ki, és üvöltesz, hogy pálya, pálya. Tehát, hogy mikor készítheti el valójában a fotót? Én azért gyerekek megnéznék egy-két ilyen fotót. Tehát, hogy nem. Nagy sorozat fotó? Igen, lehet, hogy nem egyet. És gyakorlatilag egy megcsinál róla. Azért ez egy személy dolog, hogy a saját telefonodat fordítják ellened. Legyünk őszintén. Azért ez egy rohadt dolog. Valaki fölragasztja egy ilyen, vagy hívják rá egy ilyen mosógép dobszerű és lesz belőle egy mozgókép. Igen. Na most ugye azért személy dolog, mert blokkolja a telefonodat, nyilván megijedsz, hogy semmit nem tudsz csinálni a telefonoddal, ugye? Tehát valószínű, hogy gyors... öreg a készülék, ez naponta előfordul. Jó, hát ezt is sokszor átérítek. Most már tényleg kellene rá, és körülbelül 100 vagy 150 ezer forintnak megfelelő dollárt kérnek el tőled. Na most ha 10-ből egy nai, vagy 100-ból 2 mm-hmm. vagy 3, hát gondolj bele, hogy milyen pénz, hogy gyorsan megijedsz, hirtelen megjelenik a kis fotót, hogy nyomorultunk pacok pózban. Tényleg letotkacsában. Hát nem akarod így... Te Napóleonként, igen, de nem akarod így viszontlátni magad sehol. És gyorsan befizeted ezt a saját magát, jó? Tehát, hogy na, azt a képet képzeljétek magatok elé. A diadalmas Napóleont. Igen, nem tudsz koronázni, mert mind a két kezed tele van, nem tudsz koronázni. Akkor. A telefonodat hogy blokkolját? Én be tudom zárni, mert én láttam olyat, hogy szoftver, tehát magát a laptopot blokkolta, de a telefont hogy? Hát kikapcsolod, visszakapcsolod, nem? A telefon nem igazán tud blokkolni, szerintem. Nem tudsz kilépni az alkalmazásból? De miért kéne, hogy blokkolja? Nem blokkolja a telefont. De ez blokkolja a telefont, igen. Nem följön csak a kép, igen? Nem tudsz vele semmit? Úgy van elvileg beállítva. Hát aztán nyilván lehet, hogy kikapcsolod, bekapcsolod, aha, kiveszed az aksit, tehát valamit lehet. De hogy nem enged kilépni magából a programból. Aha, tehát 10 percig riadtan egy bankkártyával nézed a kis mesztelen, vagy félmesztelen, vagy letolt nadrágos fotódat, és kapkodsz ide-oda, és bárkinek bármit megígérsz, hogy ez ne kerüljön ki az internetre. Nem? Nem, hogyha kérem a látlapost engem, haló, csak a helyem ne tudja meg, haló, a gyerekeim vannak. Bármit megteszek, csak ez a fotó, ez nem menjen ki. Magányos voltam, nem voltam uram cselekedeteinek, álló, és megillett a képen, aki a fiatal feleségemre emlékeztetett. Tehát tényleg eljutunk oda, hogy fekete szíkszalagot kell majd tenni a telefonunkra. A saját telefonunkra fekete szíkszalaggal kell az első kamerát, meg a laptop kamerát leragasztani. Még a laptop kamerát a sokkal nyom. Tényleg, te leragasztod? Hát persze. Igen? Hát de mit gondolsz, hogy kit érdekel a kis pocokpózoda, hogy ott... De nem, nem csak ezt csináltál. Nem. Megmondom, miért... Föltörik a otthoni kamerádat? Arra gondoltam, hogy amikor felröppentek először ezek a hírek, hogy adott esetben valaki, mondjuk be van kapcsolva ilyen nappal a laptop otthon, valaki a saját lakásodban figyelhet bizony meg, vagy csekkol a téged. Én ezért ragasztottam le. Na jó, teljesen, és a telefonod miért nincs még leragasztva? A telefonom? Aha. Mert csúnya lenne. De én honnan, hogy találom meg a te kamerádat? Én nem értek ezt. Hogy találom meg, hogy Vadon Janinak melyik a kamerája? Hát ő nem személyt azonosít, ő minden ilyen androidosra, amire letöltik ezt a programot, igen, leszedik, abból automatikusan ez a funkció. Nem arra gondolok, hanem mondjuk van egy asztali számítógépet, és azon van egy kamera, és meg be akarok nézni a te lakásodba, hogy találom meg, hogy melyik a te kamerád? Hogy jövök rá? Hogy van? Hogy jutok el a te kamerá? IP cím alapján? Vagy hogy? Szerintem ott sem konkrétan rólad van szó, hanem kapcsolatba lépsz valamilyen okból kifolyólag mondjuk egy másikkal, egy távoli szerverrel, és a kapcsolatot azt nem szakítod meg. Akkor, amikor megszünteted vele a kommunikációt. Most mondok egy triviális példát, tehát hogy mondjuk általában te beleegyezésed is szükséges, hogyha mondjuk valamilyen segítséget kérsz például egy szolgáltatótól internetes ügyben, akkor ők megkérdezik tőled, hogy beleegyezel-e abba, hogy egy operátor távolról kapcsolatba lépjen a te készülékeddel. Igen. És úgy tud a te készülékeddel gyakorlatilag bármit csinálni és belenyúlni ott az asztalon. Ha látja az IP címedet. Igen, de hát az oldalkezelője elvileg látja a te IP címedet. Nem?
Nem? Technikailag ez a dolog megoldható. Nézd a János, hát itt kolbászol ezen az oldalon, pillanatok alatt feltörik a kamerádat. És ott egy kis nem tudom, kis alsó nadrágban jössz, nem, és csinálod a kis bokkolidat. Van egy kép, ami Napóleont ábrázolja, az egyiptomi hadjárat idején, na azt képzeljétek el így. Gondolom, a kis pamutzoknitban, alsó gatyádban ilyen vagy otthon, hogy ott átkevered a kis bíró. Végre valahára pamutzoknit mondok, és nem 100% műszál. Nem, ez csak egy tévedés, ott bocsánat, tehát a 100% műszál zoknitban, a kis alsó nadrágban csinálod a kis vegabrassóidat otthon, nyilván olyan vagy, mint Napóleon. És a kis elől kibújtatósba barna színű retro alsó. Igen, csak a kezed nem itt a mellkas tájékán van bent a ruházatban, hanem oda lenne. Ahogy mondját. Hát igen, ezért kell változó IP cím, vagy ugrókódos, mint a riasztó, nem? Mert akkor sose találnak meg téged. Egyébként iPhone-on ez nincsen, tehát nyugodj meg, Feri, nyugodj meg, ahogy te is ott pajzán perceket szerzel magadnak, nem tudod. Ez csak az androidosoknak. Csak az androidosoknak van ilyen. Hogy ez megjön. Na, de nézzük meg, hogy ez az életben hogy működik. Ezzel a témával még úgyse foglalkoztunk. Milyen az, amikor egészen váratlanul rád nyitnak, vagy te nyitsz a párodra? Ugye minden párkapcsolatban azért ez egy létező dolog, hogy ugye hát az ember együtt van a feleségével, a férjével, de ki többször, ki egyedül, azért szeretné, ha önmagával lenni. Miért? Ugye? Igen. Gyerekek, úgy, ahogy én fogalmazom, úgy egy Bravótó magazin nem fogalmaz a szexszerelem gyengétség rovatban. Beleköthetetlen. Tehát most úgy egyszer nem lehet. És mégis van olyan, amikor egyszer csak nyílik az ajtó, és megérkezik kicsi feleséged, majd azt kérdezi, hogy mit csinálsz? Mit csinálsz? Én abban a pillanatban felpattanok a székbe, és azt mondom, végre megjöttél! Feldiszkoztam magam! Kezdhetjük! Nyilván! Nem nyomom cukróbász fiók, gyorsan becsuk, lecsuk, lezár! Hallod a kulcsot? Három zárat már kinyitott, még beföldölt a pohár, eldőlt a lapát, amit betettél. Tehát mi történik? Igen, és mekkora meg kimászni az ablakon a bokámon lévő alsógatyában. Hát és aztán megkerülni a házat és bejönni a bejáraton. Igen, és közben a kerti csapnál lemosagolni. Hallod még, ahogy Móni belép az összetört üvegcserébe és felsziszol, amit ugye leszortál a szobád ajtaján. Érzed, hogy megjön. De nézzük meg, hogy mi történik, vagy mi történt hallgatóinknál, amikor is hát párkapcsolatban váratlanul megérkeztek. De most nem arra gondolunk, hogy tényleg infraglanti kaptad a párodat, és ott volt valaki mással, hanem amikor kénytelen voltál megállapítani, és hát legyünk emberek, azért ez egy kollektív tudatállapot, ugye? Persze. Tehát így 20 év, 15 év felett azért ezt a legtöbb ember, ez sok minden köt össze bennünket az egyik a maszturbálás. Előtte azért, mert és még nincs, utána meg azért, mert már van. Vagy van élményed, vagy nincs, vagy majd lesz. Tehát ebben a három kategóriában tartozom. És megérkezik a párod. Feleséged? Nejed. Így van. Ne érkezel meg. Látod a párodat, hogy nyomorultul pakol. Tudod, hogy mit csinált, ugye? Még egyszer mondom, felpattanok a székből, azt mondom, Josephine! Móni azt mondja, Bonaparte! És aztán pedig elmegyünk, és legyártjuk a kis sasfiókot. Ez történik konkrétan. Ez teljesen életszerű. Látlak a kis vizalzokban. Ez a szerepjátékotok? De jó, hogy jössz, már majdnem rámentem Szent Ilonára. Jó? Tehát írjátok meg nekünk, amikor párotokat rajta kaptátok, egy kis csibészsége. Egy kis csibészsége. Mi történt? Mit mondott? Mennyire volt zavarban? Próbálta elleplezni? De mindezt úgy, hogy rádióbarát legyen. Tehát ez abszolút... Nem kérsz keveset. Tehát finoman írjátok le nekünk, hogy mi. Szerintem inkább egyébként ez panikra jellemző. Nem tudom, nekem az a fixa ideám, hogy általában panikat kapnak rajta. Tehát a nők valahogy ezt annyira finoman, diszkréten, nem tudom, hogy nagyon-nagyon kellemes. Hát vagyok ritkábban. Vannak ezen a nekik vonalon. Ez egy érzelmi indítatású dolog, nekem meló. De nekem napi rutin, mi? Gyerekek, teljesen más az apropó. Ugyanúgy működik ez, mint a szex a párkapcsolatban. A nők is más alapon csinálják, érzelmi alapon. A férfiak is, ugye? Tehát ez férfiaknak ez teljesen más. Teljesen más ideológia zajlik az agyukban. Teljesen. Mert hogy az egészet azért csinálod, hogy ne legyél ingerült a gyerekkel, hogy megértőbb legyen a feleségeddel, a feszültségek, a frusztráció, a hétköznapi gondok, amik nyilván így felgyülemlenek az emberbe, így abszolút. A munka, az ismerős, a politika, a hírek is, akkor tele vagy feszültségekkel. Annyi rossz van most a világban. Annyi rossz van most a világban. Jó? Drága hallgatók! Ki a bűnös? A világ! Mi történt, amikor váratlanul rossz időpontban érkeztetek? Jó? Írjátok meg nekünk. SMS számunk 0670. Bocs. 645 0000, jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva.
Egy jó kis lyuk. Köszönjük. Nem volt gyenge. Most én megköszönöm tényleg. Ez király. Nagyon. Nagyon szívesen bármit. Tényleg, de ez jó. Ez egy jó YouTube-dal, ezt szeretjük. Igen, melyik volt ez? A Bonos. A Bonos. Mi már nincs benne a Bono? De, hogy tényleg? Nélkül nincsen YouTube. Sose szerettem a YouTube-t, úgyhogy nem ismerem őket. Jó dal, meg így meghallgatom, de... Hát brutál nagy show, amit nyomnak. Komoly lehet. Tehát, hihetetlen. Egy koncert. Ők kezdték el ezt a középen színpad, és körülötte, tehát 360 fokban körbeállható, vagy nem tudom, bárhonnan láthatod. Tehát nem színpad és közönség, hanem a stadion közepén a színpad. Igen, igen. Hát azok, akik az legendás, az Európa turné volt az, amit mindenki emleget azóta is. Ott fordultak el tőlük egy csomóan, akik az ilyen első 3-4 lemezüket kedvelték, mert azért ők voltak ugye a tökös ír gyerekek, akik kevesen vannak a színpadon, nincs nagy izé, már a gitártechnika az mindig nagyon nagy volt, de hogy nem a vakítás része volt. És akik annak idején megszerették, azok ezért szerették meg, mert őszintén oda mondtak, és amikor először ezzel kijöttek, hogy úristen, ilyet is lehet, egy csomóan mondták azt, hogy de ez már nem az a YouTube. Hát egy picit változott, de attól még ugyanúgy szerintem zseniális. Meg 2015-ben már nem lehet elmenni két ilyen beakhangfallal zenére. Nem. Nem ugyanaz. De azért tőlük is hiányolja az ember az ilyen típusú számokat, mint ami. Igen. Igen. Kerti szép lakon az emelkedőnél a 30-as tábla után kameráznak. Vigyázzon mindenki, elég, ha én fizetek. Köszönjük szépen. Az önfeláldozó SMS-t az éles sarok után áll forgalom Kispesten a Körös és Soma úton. Nagy a dugó. Hegyeshalom kaotikus. Mind a kis, mind a nagy határ áll. Kaptuk SMS-ben. Igen, az osztrákok leállították a forgalmat az A4-esen, mert migránsok gyalogolnak az autópályán, már 2 kilométeres a sor. A Török-Bálinti úton senki nem próbáljon kerülni, az is elesett. Az M3-oson a 204-es kilométernél Budapest felé trafiznak, halász küldte nekünk, valamint Fertő Széplakon az emelkedésnél, igen, 30-as tábla van, ezt megkaptuk. Köszönjük szépen. Na, mi pedig egy érdekes dologról beszélgettünk, vigyázni kell az androidos... telefonosoknak, mert hogy van egy program, amit ha te letöltesz, ez egy videólejátszó program, videólejátszás segítő program, így is lehet mondani, akkor lefotóz téged a telefonod, miközben felnőtt tartalmat nézel, és hát megzsarol, hogy ugye hát fizessél ennyit vagy annyit PayPal-en keresztül, mert addig blokkolja a telefonodat. Nem igazi program ez, tehát nem lehet a Google áruházból letölteni, de mégis, ha ráteszed valahogy a telefonodra, akkor előbb-utóbb kiderül, hogy csúnyaságokat csinál veled ez a telefon. Amit nem akarsz látni, az önmagadat ebben a pózban, ahogy felkerülsz a dicsőségtáblára sok másik ezer ember mellé. És ugye hát itt sokan fizettek állítólag, mert betöltek annak, hogy valójában közé teszik ezeket a fotókat. És arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember párkapcsolatban van, és egyszer csak megérkezik úgy a kedves férj, feleség, barátnő, szerető, hogy te úgy érzed, hogy most van néhány szabad perced, és egy picit szeretnél még jobban megismerkedni önmagaddal. Miért? Miért, gyerekek? Miért? Egyébként olyan szépen fogalmazok, hogy emlékszetben már nem tudom. Vagy. Igen, PC vagy, és hirtelen váratlanul rád nyitnak. Ugye? Hát ez egy érdekes élet. Ilyenkor mindig kell, hogy ott legyen az asztalon egy alibi fotónak az esküvőtökről. Édesem, hidd el. Rád gondolod, nem történt. Most azt hiszed, hogy de nem, ezt figyelj. Ezt néztem. Igen, hát hallgatóink írnak, hogy milyen érzés volt a saját párjukat rajta kapni, mert hát emberek vagyunk, és ez ugye megtörténhet, hogy valaki nem jön elég hangosan, nem topog direkt, hogy jövök, édesem, jövök, hanem egyszer csak bemegy a szobába, és szörnyű látványt fogadja, ha éppen szörnyűnek titulálja. Hát kérdés, hogy ki mit gondol erről. Fiamat kaptam rajta tavaly a lépcsőházban. Azt hittem, majdnem sokkot kapok. Erzsike küldte nekünk kamaszkor, pubertáskor. De meglepőt ő csinálja a gyerek. Nem, azt hittem a lépcsőházban. A lépcsőház. Megint a rossz oldalát nézed, nem azon, hogy csinálja, hanem hogy miért egy hideg lépcsőházban. Hely, hogy nem a bringatárolóban, ahogy szokta. Menjen be a bringatárolóban. Hova kapja szokta. Melyik a legérzékenyebb szerved ezen munkálkodás közben, kérdez valaki? A füled, mely hallgatja a közeledő lépteket. Ezt Zsoli küldte nekünk. Csörgött a férjem, hogy el nem meséljem a sztorit, mert tudja, hogy rendszeresen hallgatlak benneteket, de mondtam, drágám, még azért is megírom, ne aggódj. Esti műszakból érkeztem haza, amikor, és tényleg megírja. Kedves férjuramat az asztali gép előtt találtam, amin bűvöli a kígyót. Zavarba jött, magyarázkodott, én nagyon nevettem, nevet nem írok. Hát egyébként. Milyen, amikor már följövöd a feleséget, hogy Léci, ne meséld el a baléknak. Léci, ne árulja. És azt mondja neki, hogy te. Akkor is megírom. Nagyon szép. Viszont a reakció tök szimpatikus volt, hogy röhögött rajta egyet, hogy mennyire zavarba jött. Ez kész. Igen. Hamarabb mentem haza a munkából, párom a nappaling kanapéján éppen csinálta a dolgot. Majd amikor beléptem, ráköszöntem,
volt valami a kezében, mert hogy nő volt, kikapta és a falhoz vágta az ombó. És beleállt. Nem rögtem volna, nem zavartam volna, de a falhoz vágás az betalált. Sikítottam, annyira megijedtem, pedig férfi vagyok, az asszony meg szégyenkezett. Azért az kemény. Már majdnem a finishben voltam a fürdőszobában, erre rám nyitják az ajtót. Nem a párom volt, hanem az anyósom. Oh. 2-3 éve nem találkozott a kalapossal. Sokkalom anyuka. Azóta valahogy mindig boldogabban néz rám, ezt elküldenek. Tau bácsival. Nincs ennél szebb, amikor az anyósod nálad alszik és rányit. Azért az nagyon kemény lehet. Az nagyon kemény lehet. Nekem egyszer apámra sikerült rányitni, már felnőttként lány vagyok. Még így is, és évekkel később is trauma. Hát az igen. Azért a saját apádban az kemény. Igen. Kaptak már el titeket a szoba ajtó mögött, e közben? Nem? Ugye nem. Milyen jó? Kérdezi egy hallgató. Azt mondja, nálunk én töltöm fel a felnőtt filmeket a férjem gépére, mikor kimegy Németországba dolgozni, hogy ne hiányozzak annyira. Így jobban megy a munka. Ez nagyon szimpi meg. Ez rendes. Azt mondja, hogy igen. Pont a kitágult pupilla pillanatban lépett be. Kimeredt a tekintete, majd megkérdezte. Ha befejezted, jössz segíteni főzni. Mentem, később megkérdezte, mi volt az inspiráció. A kézülő paprikás krumpli. Igen, helyes mesék vannak, igen. Engem éjjel kapott rajta a férjem. Felébredt. Én is fenn voltam, ő is felült, nagyon kínos volt. Azt mondta, Jézus anya, én meg kirohantam a fürdőszobába, visszamentem hálóvára, újra aludt, soha nem beszéltük róla többet. Ezt Vanessa küldte nekünk. Hát nekem mondjuk ez furcsa. Hogy? Hát, hogy nem beszélnek róla többet? Igen, hogy most tényleg úgy beszélnek róla, vagy nem beszélnek róla, vagy úgy az egész dolgot úgy értékli, mint hogy ez egy ilyen szégyenli való dolog. Engem, így. Miért? Jaj, amikor Jékajám nyitott, mondtam neki, Jéka, update-elem a jépát. Puszi Noibi. Update-elem a jépám. Puszi Noibi. Rohadékok vagytok, de tetszik. Azt mondja, hogy engem édesanyám kapott rajta, kellemetlenebb 2 hét még nem volt az életemben. Vissza ne hívjatok, nem hívunk vissza. Nem hívunk vissza. Párom egyszer rám nyitott, majd bocsánatot kért. Zavartan. Ezt Vera küldte nekünk. Köszönjük szépen. A többi SMS az olyan, hogy nem igazán lehet beolvasni. Nem igazán lehet beolvasni. De vannak még szórakoztató. És hát lenne saját élmény is, nem? De milyen diszkrétebbek vagyunk, ugye? Persze. Hát, hogy tudom, Napóleon vagy. Még egyszer mutatom. Tehát, hogy kb. Ezt képzeljétek el. Igen, Napóleon. Diadalmas. Mutasd az arcát. Aha, tiéd is ilyen lehet. Pontosan így képzeljétek. Na játszunk, jó, itt van már is a hallgatónk, hármas ugrás játszunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Móni, hello, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello. Móni, honnan hívtál minket, Móni? Budapestről, mit csinálsz? Igazság szerint én Budakeszin dolgozom, de budapesti vagyok, főpénztáros vagyok egy postánál. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy közepes. Mehetünk? Induljunk neki. Na figyelj, Móni. Itt van az első kérdés. Melyik író egyik hőse Old Shatterhand? Winnetou és Karl May, illetve Mike Károly, hogyha így is jó. Hát, kinek felszínesebb, kinek mélyebb, így van. De egyébként az írónak az alter egója. De szerettem. Winnetou. A Winnetou négy könyvből állni. Az Old Shatterhand, az Old Firehand, a Winnetou, meg az Oldet, az öreg halál. Az volt a második. Várjál, bocsánat, még egyszer a második kérdés, mert ezzel hallottam. Nem volt, még megbeszéltük a Balázs nosztalgiázott egy picit. A Karl May könyveket, igen, hogy négy regény, négy kötetből állt. És egy saját magát is belérte, érdemes megnézni Karl Mayról egy képet, meg azt megnézni, hogy ábrázolt egy kitolcsát. Igen. Menjünk tovább? Persze. Azt hittem, már volt második kérdés. Nem. Még nem maradt el semmiről. Itt szól a második kérdés, Móni. Hogy nevezik magyarul a Decathlon nevű sportágat? Valamilyen futás lesz szerintem. Nem, ez egy összetett, nagyon komoly sportág. Több sportágból áll. Több sportág. Mennyi időm van? Még gyorsan gondolkodok. Lejárt. Lejárt. Bizonyám, a Decathlon az a 10 próba. Tényleg, a 10 próba.
Azt lehet mondani egyébként, hogy a sportok királya, mert hogy 10 különböző sportágat elegyít, és mindegyikbe ott lenni, azért az nagyon-nagyon komoly kihívás. Hát 10 próba. Nem baj. 10 próba. Igen. Ha. Ez most rövid volt. Hát igen. De azért köszönöm, felemelő élmény volt veletek. Jó volt, tényleg? Igen, még így is. Örülök, hogy egyáltalán bekerültem meg, hogy beszélhettem veletek. Saját sztori esetleg az előző témákhoz? Nem, nincsen. De édesem, és még a hangodon is lehetett hallani, hogy, ahogy elpirultál. Igen, egy kicsit. Na jól van. Puszi, Móni! Sziasztok! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Péntek van! Ez pedig nem jelent más. Igaz, hogy itt holnap a hétvége. Szombat. Hogy holnap szombat? Így van. Ilyenkor szokott a kérdés válaszolhatunk lenni. Tényleg. Igen. Ugye? Pontosan. Feri, Jani, Bali, válaszol. A következő fél óra a hallgatóké. Ebbe vár, szeretik. Bármit kérdezhettek. Bármit. Tényleg. Bármit. Az utolsó fél óra pénteken mindig a tiétek lesz. Ezt elhatároztuk. Lehet kérdezni telefonon, lehet kérdezni SMS-ben, lehet kérdezni e-mailben. Amit szeretnétek. És mi mindent próbálunk megválaszolni. Fél óra, ami csak rólatok, csak a hallgatókról szól. Igen. Lehet komoly kérdés. Bármit megkérdezhetek. Szoktál Feri szagolgatni az alsónadrágát, Balázsik, amikor ott voltak a Mátyás templomban. Nyitva volt-e? Persze, hogy nyitva volt. A péntek utolsó fél óra itt a Morning Show-ban a hallgatóké, úgyhogy jöhetnek a kérdések, amire szeretnétek választ kapni, és szeretnétek, hogy mi válaszoljuk meg, küldjetek el nekünk e-mailben, SMS-ben, vagy kérdezzétek meg élőben. Jó, 555-55-00, ez a telefonszámunk, jövünk Ákos híre után. 9 óra múlt 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és péntek van. Hát az idő szomorú, de állítólag holnap már jobb lesz, úgyhogy kitartás. Jön a jó idő, 26 fok napsütés. Ezt most nehéz elképzelni, de még maradt egy pici az indián nyárból. Lesz indián nyár, úgyhogy kitartás holnapra. Holnapra jó lesz. Na, azt mondja, hogy hát nézzük mi a helyzet az utakon. Vannak friss közlekedési híreink. És meg is nézem gyorsan, hogy mi a legfrissebb. Most helyeztek üzembe egy fehér kombiba, Trafita 47-es főút. 113-as kilométerénél Békés Csaba és Mezőberény között. Imi küldte nekünk. Trafi van a 47-esen Orosháza és Csorvás között, Csoki Gurú üzente. Újra a 10. kerület, azt mondja, Gyömrői út, Kőér utca kereszteződésénél 4-es karambol. Szafi küldte nekünk. 37-es úton trafizzák a sátorralja új hely felőlieket, valamint Fertő Széplakon az emelkedőnél 30-as tábla után kameráznak, vigyázom mindenki, elég ha én fizetek, köszönjük szépen. Az éles sarok után áll a forgalom Kispesten, valamint a 86-os úton Bősárkány belterületén Babakék transporterből mérik a csorna felől érkezőket. Nézze már meg valaki, hogy van-e valaki ebben a Babakék transporterben, ez 3 éve ott áll, tehát szerintem ott hagyták is. Leírták a leltárból, már nem hiányzik, nem ül benne senki, nem lehet, hogy... De lehet, hogy értel egy félrebillent fejű, hogy ilyen rendőrkalapos csontváz ül benne, mint a Walking Deadben az autópályán. Igen, elfelejtették, ott hagyták, valaki kopogjon be és nézze meg, hogy minden rendben van, ez hónapok óta. Ez amit egy hol van? Csorna belterületén, meg Farád belterületén. Hát mindig ott állnak ezek az autók. Azt mondja, hogy a 3-as metró ledobta a láncot a Lehel térnél. Ez egy kicsit korábban jött, küldjétek el, hogy most mi a helyzet, jó? Dugó van az M7-es pályán, sokkolót Ferinek úgyse szokik le. Szati küldte nekünk, köszönjük szépen. És sokan írjátok még, hogy jó volt. Jó volt a zene. Na, nem igen. Mentem el, itt vagyok, kérdezi Klaudia, hogy azért, mert rock zene van. Ezeket nem mi rakjuk be, ezeket ne, be volt szerkesztve, így van, jó? Ez egy kis Nickelback a házi asszonyok Metallicája. Puhul a Nickelback? Nagyon? De hát, aki a Nickelbacket nem ecsüli, a Metallicát nem érti. Így van. Örülünk mi már ennek is. És úgy gondold el, hogy ez a puhuló, tehát hogy ez a puhuló Nickelbacktől a legkeményebb szám. A puhuló Nickelbacktől a legkeményebb. Ez a legkeményebb. Ennél keményebbet már nem csinálnak. Soha nem szerettem a Nickelbacket se. Csak nagyon jó kis zenekar egyébként. Tele a stadion, az összes lemezt eladják. Hát most az mántsa őket. Ezért lehetne már azt csinálni, amit igazán szeret. De majd csinálnak azt is. Most ezt még egy kicsit viszik, szeretik, és utána majd megvalósítják önmagukat. Hát hagyd már őket, hagyd.
Jöjjön a Della. Na, péntek van, ugye? És a pénteki nap mindig a hallgatókról szól. Ez egy új rovat, talán sokan még nem ismerik, de mi nagyon hiszünk benne. És abban is, hogy előbb-utóbb egy komoly kérdések is jönnek. Fél órát fontos, hogy szálljunk a mi hallgatóinkra. Azért indítottuk el ezt a rovatot, mert hogy mi napközben is, adások közben, étvenkedve szerel, nagyon sok privát jellegű kérdést kapunk. Mit csinálunk, hova járunk, mi a véleményünk erről, arról, csak hát nem mindegyikre válaszolunk, sőt, a legtöbbre nem válaszolunk, mert hogy ugye van egy adásmenetünk, témákról beszélgetünk, néha belefér egy-egy privát élmény, de hát ugye fontos, hogy témákat, különböző témákat boncolgassunk. Igen. És a médiában azt látjuk, hogy burjánzik az őszintétlenség. Le az őszintétlenséggel, így van. Úgyhogy pénteken az utolsó fél óra mindig a diétek lesz. Ez egy interaktív közösség találkozó. Egy 21. századi kérdez felelek. Egy modern ablak. Mit mondjak? Elég ez az áram. Egy modern haló, itt vagyok. Nem tudok még ennél szebbjegyekre. Ez egy két spárgával összekötött tejfölös doboz a ti fületek és a mi fülünk között. Kicsit. Az megvan, az halott. Az meg. Igaz? Az kicsit régi, és nem működik. Kicsit a prolitán beszélünk. Ami ugye arról szól, hogy tudtok tőlünk nyugodtan kérdezni. Péntek van, mi már nem vágunk bele újabb témába, nem beszélünk meg nagy dolgokat, nem kezdünk el SMS témát, hanem átadjuk nektek a marsalbotot, és ti tudtok tőlünk kérdezni. Bármit, ami benneteket érdekel, nem feltétlen kell rólunk, sőt, egyáltalán nem baj, ha a kérdés nem velünk kapcsolatos, hanem hogy mondjuk el erről arról a véleményünket, vagy mit szólunk ehhez, vagy ahhoz, vagy mit gondolunk erről, vagy arról a témáról. Azért nem sorolok konkrétumokat, mert tényleg bármi lehet. Nem akarjuk szűkíteni. Talán egyetlen a politika, amivel ugye mi nem foglalkozunk. Bár ma már ugye nehéz meghúzni, hogy hol van a határ. Közélet, politika, tehát mi a politika. Ki minek gondol egy-egy kérdést. De tényleg gyakorlatilag bármit. Halló, morning show. Igen, következő kérdés. Úgyhogy ez lesz a pénteki utolsó fél óránk. Jó? Az rajtatok múlik, hogy kérdeztek. Tehát lehet SMS-ben, lehet telefonon, akár még e-mailen is. Valaki azt kérdezi, mi lenne, ha kezdődne? Már micsoda? A kérdés? Holnap Fehérváron Lecsó Fesztivál, Feri, jössze! Természetesen számodra a kóstoló ingyen. Nagyon drágák vagytok, ellenfesztiválon Velencén, már ne így értsétek, hogy ellenfesztivál. Ellenlecsó fesztivál? Nem, ott a világ leghosszabb grill fesztiválját fogják megrendezni. Egy grill rács, azt hiszem 22,5 méter, az lesz telepakolva, úgyhogy én valószínűleg ott leszek, de talán szombaton átnézünk majd a Lecsó fesztiválra is, de én ugye Velencéhez kötődöm, Guinness rekordot fogunk dönteni grillezésben. Hoppácska. 22,5 méteres grill. Hát dobtatok a Lecsó fesztiválra egy nagyon napot. Jó, itt például nekünk tavunk is van. Na, bejössz Székesfehérvár. Nálunk rizses lecső. Kolbásszál. Na, nézzük a következő kérdést. Jani, azt szeretném kérdezni, tudsz-e Lőrincen olcsó eladóházat? Gyerekek, nekünk minden kérdés komoly. Figyelj, minden kérdés komoly. Nagyon fontos lenne tudnom, hogy hol legyen. A legolcsóbb házak tudomásom szerint Béla telepen vannak, mert hogy fölöttük szállnak fel a repülőgépek. Oh. És hogy ott viszonylag az olcsó, hozzá lehet jutni. Aha. Van ára a dolognak, de vagy pedig hátul a vasúti a vonal mentén. Ott is van ugyan zajvédőfaj, de van mögött, ott azért ott a Jeges utcés környéke, stb. Igen. Ott szerintem arra fele keresgé. Ez egy 21. századi hívd Andrát. Kaptuk ezt, igen, köszönjük szépen. Sziasztok, mi a véleményetek a konkurencia rádióról? Ez nem egy konkrét kérdés. Melyikről? Egyrészt, hogy melyikről. Van-e ilyen? Hogy van-e ilyen, kire gondoltok? Tehát írjátok meg konkrétan, nagyon szívesen beszélünk mindenkiről, és örülünk a komolyabb kérdéseknek is. Ez a konkurencia, ez mindig egy érdekes kérdés, ugye tőlünk sokan kérdezik, hogy könnyű nekünk, ugye? Ezt is mondják. Meg hogy nekünk aztán persze nincs konkurenciánk. Meg országos rádió vagyunk, és nincs másik országos rádió. Ami egyébként nem igaz. Hogy mi a véleményünk a konkurenciáról? Én sokszor mondom, és szerintem, aki tehát sokan érteni fogjátok, hogy nekünk az a jó, ha van, és annak örülünk, ha vannak jó reggeli rádióműsorok. Egyrészt azért, mert bennünket is inspirál, másrészt azért, mert hogy az embernek nincs konkurenciája, akkor nincs is nagyon mérnie kihez, valakihez magát. Tehát az a jó, ha
ha tudod valakihez mérni, és tudják a te teljesítményedet valakihez mérni. Plusz inspiráló. Nagyon fontos. Így van. Inspiráló, így van, plusz össze tudják hasonlítani. Az, hogy nincs konkurencia, ez nem igaz, hát Budapesten kb. 2-2,5 millió ember hallgat rádiót. Ugye? Nagyjából ilyen, az agglomerációval együtt rengetegen. Rengeteg budapesti adó van, tehát itt nekünk ugye ugyanúgy meg kell küzdeni minden egyes hallgatóért. Juventus rádióval, a Music FM-mel, a Petőfi rádióval, ha valaki komolyabb műsort hallgat, a Kossuth rádió, bár azt mondja, közszolgálat. És ott van például a Petőfi rádió, akik más szellemben üzemeltetik a rádiót, de országos, sőt, mi több nagyobb a lefedettségük, mint nekünk. És minden lehetőségük meg lenne, hogy jó reggeli műsort csináljanak, vagy hallgatottabb, vagy hallgatott rá reggeli műsort csináljanak. Tehát ez nem igaz, hogy nincs konkurencia. Nem. Nagyon nagy konkurencia van. Rának. Így van. Egy az atlétikából vett hasonlattal élve, én azt mondanám, hogy az újabb és újabb világcsúcsokhoz szükség van nyulakra, akik egy ideig diktálják a tempót. Próbáltam komolyan válaszolni, de hát egy ilyen, egy olyan jár mind a kettő. Balázs, neked mikor lesz férfias a frizurát? A válasz? Soha. Így szeretem. Igen, ezt nem tudom, ez az miért nőjes, de ha Anna gondolod, akkor... De nem gondoltátok még, hogy lehet, hogy ővé az egyetlen férfias frizura, és mindenki másé nőjes? Igen. Mi a véleményetek Puzsér Robertől? Mit szólnátok, ha Robinak is lenne egy rovata a Morning Show-ban? Ezt kizártnak tartom. Hát ez egy őszinte rovat, hát elbeszélhessünk ki. Lezáródott, ennyi. A Robival nincs nagy baj, egy nagyon neurotikus személyiség szerintem, nincs nagy baj. Nekem nagyon nem szimpatikus az bennem, hogy ő nagyon sok helyre megy el szerepelni, majd utána szépen oda piszkít, ahol ő szerepelt. Lásd legutoljára az RTL-nek a Selfie című műsora. Tehát az nem megy, hogy egyébként fikázom a bulvárt, szídom, nem szeretem, ócsárolom, mindent megteszek azért, hogy én ne legyek bulvár szereplő, nem vagyok, aztán elmegyek egy olyan műsorba, ami aztán abszolút a bulvárról szól, és minden pillanatban ott van velem a kamera, és vannak még más bulvár szereplők is. Mert elmegyek egy ilyen műsorba, fölveszem a pénzt, és utána még nagyon neki is állok egyébként a műsort, a csatornát, az ott dolgozókat, az embereket, mindenkit brutálisan lefikázni. Ez etikátlan. Tehát ez etikátlan. Na most mi miért vennénk egy ilyen embert a nyakunkba, hogy dolgozzon nekünk, aztán három hónapra meghallgassuk, hogy dilettánsok, tehetségtelenek vagyunk, egyébként ő nem érezte jól magát, és ez az egész Morning Show szereplés neki pup volt a hátán. Közben a fél kezét, a fél családját, igen, és a fél lakását odaadná a Robi azért, hogy még többet szerepelhessen. És mindezt próbálja egy ilyen értelmiségi attitűd, én távol vagyok a bulvártól, és én nem foglalkozom vele, és én felülállok ezen az egészen, közben nyakig benne. Ugye, ha használod, akkor pedig el kell viselni a következményeit. Mert egyszer-egyszer még szórakoztatod, de utána azért elég fáraszt, amikor elmondja, hogy a mi műsorunk mindenek az alja, a mi műsorunkban mondja el ezt. Igen, és közben aztán elmegy műsorba szerepelni, majd nem illik oda piszkítani. Tehát ez nem szimpatikus a Robiban. Én nagyon szeretem az ő gondolatait, nagyon szeretem a stílusát, egy baromi értelmes parinak tartom, de egy önsorsrontó típus is, aki a saját személyiségével teszi tönkre a saját karrierjét, és a saját lehetőségeit. Igen. Tehát, hogy a Robinak soha nem lesz itt rovata, soha nem lesz műsora. Azok után meg, amit most megcsinál az egyik kereskedelmi csatornával, ezek után meg pláne nem. Pedig ő egyébként nagyon sokat köszönhet a bulvárra. Például azt, hogy elvesztette végre a szüzességét. Na, igen, barát, igen, barát. Beült a csillag születikbe, és utána és végre fel lehet szedni egy nőt, vagy végre felszedték. Ez így van? Ez abszolút így van. Igen, közelebb került a nők. Tehát ez nem jó. Tehát vagy szerepeljünk a bulvárban, és fogadjuk el, és mondjuk, hogy gyerekek, én is beleálltam, benne vagyok, szeretem, és tetszik, és jól érzem magam benne, de ez a benne vagyok, de fikázom, és eljátszom, hogy nem vagyok benne, ez szerintem ez átlátható, és ez nem. Ez nem igazán szép. Na, gyerekek, jönnek kérdések, érzitek? Nem kevés, ráadásul. Rengeteg kérdés van, igen. Balázs Bekedi mellett kiknek a könyveit ajánlod még a gyermek nevelésre, hogy boldog legyen és épp lelki világa? Úgyse lesz az, szerintem. Mármint a gyerekek lehet épp lelki világa, lehet boldog, de a szülő kicsit, hát mindenféleképpen. Valamennyit úgyis rontasz a gyerekedet. Én a Bagdi Emőkét szoktam még olvasni, nagyon szeretem, amiket ő írt. És ezt ő írta, hogy hagyd a francba az egészet, lesz, ami lesz. Lesz, ami lesz, de. Hát menjen. Nem, szeretem. A Bekerdinek is szeretem a könyveit. A Magdi Emőke ír még jókat szerintem a gyereknevelésről. A Popper Péternek is vannak jó könyvei a gyermeknevelésről. Hát érdemes. Érdemes ezeket elolvasni. Érdemes ezeket elolvasni szerintem. Azt mondja, hogy a Boros Voga Bocskor trióval milyen viszonyban vagytok? Hát, semmilyenben. Nem találkozunk, rossz. Köszönünk, beszélünk három mondatot, de nincs különösebb. Tehát nem hívogatjuk egymást, vagy ti összejártok? Mi a Gáborral találkozom egy ilyen kis közérben reflektorozás erejéig.
meg néha SMS-ezünk, egy hello szomszéd, hello szomszéd. De, de nem járunk, nem járunk össze, néha hull a szelektívet lerakom az ajtajuk elő, de egyébként... De az meg korrekt, tehát hagyd. Egyébként nincs más érintkezési pont. Nem, kedveljük, elismerjük, tisztelgünk, más semmilyen kapcsolatban nem vagyunk, se a Bokcival, a Lajossal, Gáborral se nagyon egyébként. Tudjuk, hogy mit csinál, hol van, dolgozik, örülünk, hogy itt van, de nem vagyunk kapcsolatban. De egyébként alapvetően pozitív. Hogyne, persze. Feri, mi a tökéletes omlett receptje? 3 tojás. Ez miért a kettőből csinálom? Igen? Tökéletes omlett 3 tojásból van. Tehát, hogy nincs macera, hogy 2 vagy 4, csak és kizárólag 3 tojás. A fűszerezésen ott össze lehet veszni, hogy mi apró tej, és az a lényeg, hogy csak az elején megkavarod, és utána, miután az alja megsült az omletnek, 1/3 behajtasz erről, 1/3 arról, és nem fordítod meg nagyon fel. Nem szabad megfordítani. Ne jó, azt nem tudtam. Nem. Én mindig összetrutyizom a rántottát. Az a rántottat, ja, de az nem. Más. Ezért mondom. Az, ja. Az két külön, fogad. Ma is tanultam. Rántotta és az omlet. Nem közzel hozott meg. Föl? Így van, körbe nyesed egyik oldalt, 1/3, másik oldalt, 1/3, és úgy rakod ki a tányér. Uh-huh. Ennyi a titok. Ennyi a titok. Jó. Zöld fűszer, az legyen benne, mert az segít mindenem. És 3 tojás. Zöld fűszer. Már csak a petrezselyen maga az is. De lehet jó snidlinggel csinálni. Pici füstölcsajt bele, aztán hajtod rá, beleolvad. Úristen. De jól hangzik. De ez jó. Ez jó. Fiúk, ti szoktatok munkák kívül találkozni, bandázni? Nem. 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 Szászáron. Nem. Nem, ez is egy tipikus kérdés, amit mindig megkapunk, és ez jól van ez így. Tehát ennek is sok oka van szerintem. Egyrészt, hogy baromi különbözőek vagyunk. Nagyon más személyiségek vagyunk, de a műsor viszont pont ettől működik, hogy 3 tök más ember ül itt bent alapvetően. Balázs rengeteget beszél a sportról. Én például sportol. De rohadékét. Én is sportolok. Sokat beszélek a teniszről. Nem, egyébként egy nagyon racionális oka van az egésznek, hogyha mi 4 órát vagyunk egy nap együtt, és általában saját sztorik is jönnek, saját benyomások, saját vélemények, stb. Ezt nem tudnánk mi meglépni akkor, hogyha a hétköznapokban, a civil életben és a műsor után együtt lennénk, mert akkor mi, miről beszélgetnénk, amikor együtt élnénk meg az élményeket. De nincs is nagyon igényünk rá. Tehát itt nem arról van szó, hogy tudatosan kerüljük el egymást, hogy Feri, majd neked, hétfőn. Neked, és mi nagyon szomorak vagyunk, nem? Igen, minden péntek este meg szombat reggel ott vagytok a házam előtt is külön. Bali! Halljuk azt, amikor mindig igen, itt vagy? Kiállsz az ablakba, rá a teraszra, a sötétbe, és akkor látod azt a két csillogó szempártot a kerítés fölött, és mondod, hogy sic! Azok mi vagyunk Ferivel. Ahogy te szeretnéd egy menni, másik ahogy világot ott, igen, nézünk. Ahogy gusztáljuk azt, ahogy te élsz. Nem tényleg ennyi az oka. Tök mások vagyunk, és nincs is igényünk, nem is hívjuk nagyon egymást. Valamiért a Jani engem egyik nap este 8 órakor fölhívott, és nem hittem a szememnek, hogy Vadó Jani este 8. Tök ritka, nem látom a nevemet, vagy a neveteket az én telefonomon, maximum néha SMS-ben. Hát nem merünk, mert egyszer hívtunk, azt nem emlékszem, mit kaptunk azért. De egyébként én se nagyon benneteket, ugye? Tehát, hogy így 3 elég különböző pali ül ebben a műsorban. Ugye milyen unalmas lenne tényleg, amit te is mondasz, hogy 3 egyforma ember, ugyanazon érdeklődésükről bejönnénk, mindenben egyetértenénk, tök unalmas, szintelen szaktalan. És ráadásul én csak azért hívtam fel, tiszta Nutella volt a kezem, és könnyökkel nyomtam meg, az egyik haveromnak a száma volt alatta, és utána gyorsan kikapcsoltam a telefonnál, hogy visszahívjuk. Igen, de én azon úgy vettem, hogy mi van, félretárcsáztál? Igen, tényleg szokott lenni. Megbocsátom neked, valaki mást akartál? Igen. Nem magyarázkodj, tedd le nyugodtan. Mi a pénz kell? Mennyi kell? Hol vagy? Bajban vagy? Nem, úgy vettem, hogy baj van. Annyira baj. Meglepődtem, hogy azt kérdeztem, hogy hello Jani, baj van. Indulja? Igen, de azonnal mondom, indul, mit csinálják, hol vagy. Janinak kérdezném, hogy mennyi fizetett már ki a telefonja miatt, amikor felnőtt oldalakon lefényképezte őt a telefon. De a telefonom ebből a szempontból akár hiszitek, akár nem szűz. Nincs igen. Rajta ilyen így program. Van. Viszont a laptopom egy romlott ribac. Ott mi van? Feri, téged nem zavar, hogy Balázs és Jani RTL-esek, te meg hogy is mondjam? Nem. Jó a kérdés. Miért zavarnak? Igen, miért zavarnak? So, egyrészt a tévének nem egy ilyen olyan kirándulás, ami ha van, ha nincs, de nagyon jó csinálni a dolgot. Másrészt meg, hogy melyik csatornán vagy. Hát az élet így hozta, ti ott vagytok, Jani most ott sincs, ugye te vagy ott, mint vezérlő csillaga az RTL-nek, én meg a TV2-ben vagyok néha. Ne, és nem, az, hogy Jani most ott sincs, ez Ferinek egy picit gyógyír. Abszolút. Nem. Én imádtam. Egy omros azért itt 9 után is mindenkinek adok, kapok. Nagy gyógyír. És egyébként meg nem igaz, mert én voltam az RTL-ben, már 2-szer is. Egyszer, amikor kint voltunk Afrikában, becsempésztetek, hát milyen nagy volt, meg még régen egyszer elhívtak.
Dehogyis. Igen. Bali, mi a tökömet jelent a Land Roveren a piros háromszögben egy felkiáltó jel és villog? Hát hibát. Minden esetre hibát. Balázs elég sokszor találkozott ezzel, de... Vagy már jó a Verda? Jó. Ja, jó. Tényleg jó, tényleg jó. Azt már eladtam, most egy másik van, de jó, egy sokkal régebbi típusra járok, és ezt viszont most tényleg. Tényleg szeretem. Na nézzük. Barátok vagytok, vagy csak kollégák, kérdezi egy hallgató, ezt megválaszoltuk. Igen. Megválaszoltuk, hogy mi a helyzet velünk. Haverok vagyunk, barátoknak szerintem nem mondható a mi kapcsolatunk, de ezt így teljesen jól látjuk, vagy jónak gondoljuk. Miért nincs Tibi keddenként? Kérdezi egy hallgató. Ezt is elmondtuk, hogy Tibit egy kicsit pihentetjük, ugye nyári szünetre küldtük, és abban maradtunk Tibivel, és ez neki is nagyon tetszett, és ő is azt gondolta, hogy ez a jó. Hogyha valami újjal tudunk előállni, és ebben benne van az is, hogy neki van valami olyan ötlete, hogy hogyan tudnánk, vagy tudná a saját rovatát megújítani, akkor természetesen örülünk, ha jön. Mi azt éreztük, hogy azért most 7 vagy 8 éve itt van velünk, 7 éve, 6 éve. Itt volt velünk, és a rovat egy kicsit elfáradt a végén. Tibit elküldtük, hogy pihenjen, ő is azt mondta, hogy ez egy jó döntés volt, de dolgozik azon, hogy hozzánk visszatérjen, kedveljük, szeretjük, és nagyon sok vitám pillanatot szerzett a műsornak, és nyitott kapukat dönget, ha jön. Egyeztetünk vele folyamatosan, és kapcsolatban vagyunk. Tibi nagyon tehetséges nagyon. Srác, és mi folyamatosan nézzük egyébként az ő tevékenységét, itt is, ott is, amott is, Facebook oldalán is egyébként rengeteg kreatív ötlete van. Nekünk a fele is elég lenne. Igen. Azt mondja, hogy ezt megválaszoltuk. Tökéletes omlett receptje. Igen. Feri, nem válasz gitár oktatást? Nem. Ez Dave kérdezi tőlünk. Nem, ahhoz vannak olyan emberek, akik ehhez értenek. A musztidobait te is le tudsz adni. Hát a musztidobait igen, de hát azért annál szerintem így több kell ahhoz, hogy valaki gitárt oktasson. Nem. Jönnél, Dave? Az attól függ. Igen, akkor igen. Szóval nem akartál, nem gondoltál is. Hát én nem tudok annyira gitározni. Bár mondjuk, aki nulláról indul, ahhoz képest jó vagyok. Na most, hogy kérdezed, Dave. Igen! Igen, tessék. Elmennél a Magyarország Szeretlek című műsorba, ha hívnának? Az MTV-s műsor. Igen, és hát ugye... Jenővel, meg Gabival, Jakubcsek Gabival. Hát nem tudom, mert biztos, hogy Jenőnek nagyon fura lenne, hogy mindenki nevet, csak ő nem. Ezért nem hív meg. Ezért húzták le a nevedet már több értekezetről, amikor felmerült, hogy menjél ebbe a műsorba. Igen. Már hát ugye... Mindenki akarta, de ott volt Jenő, aki azt mondta, hogy csak a testén keresztül mehetsz el abban a műsorban. Jenő olyan jó lenne, vidám lenne a műsor. Igen. Rögtön mindenki légszom, kezdett el közködni, Jenő akkor lett sohajtott, amikor meghallott a nevemet. Igen. De egyébként elmennék. Igen. Kérdezi egy hallgató, a szódások jó emberek? Nagyon. A szódások nagyon jó emberek. A szódások, hiszen fröccs nincs nélkülük. Hát persze, hogy jók. Én mindig imádtam a szódásokat. Igen? De főleg még a régi típusú szódásokat, amikor még olyan szódás üvegben hozták. És mindig letették, ugye, mindig azt csinálták, hogy benyitottak szépen a kapun, és akkor a háznak a sarka mellé letették, vagy hogyha olyan viszonyban voltak a házi, akkor egészen bevitték, mit tudom én, a nyári konyhai mamának is mindig hoztak. Igen. Polgár Peti rovatát nem akarjátok visszahozni, nagyon jó volt, egyeztetünk Petivel is, egyeztetünk, kapcsolatban vagyunk vele, Petit néha egy bottal kell egy kicsit ütögetni, hogy dolgozzon, a végén már nagyon nehezen jöttek össze a heti anyagok, és akkor úgy gondoltuk, hogy Peti kicsit pihenjen, de egyeztetünk vele, mi nagyon kedveljük, és őt is nagyon tehetségesnek tartjuk, csak intravénásan kellett egy másfél-két év vérátömlesztés, hogy Peti kicsit újra tudja hozni a szintet. De szeretnénk, hogy visszajöjjön, nagyon kedvelt közülrovatát. Igen. Nehéz a Balással dolgozni? Kicsit úgy érzem, ő az alfaim. Szilárd kérdezi. Nem azért, mert ő az alfaim, nem nehéz vele dolgozni, nem a hírségem. Ő alfa nőstény. Te hogy rohadjál meg azért finoman. Nem. Nincsenek nagyon női szokásaim. Nem vagyok hisztis. Nem. Smink és a hajcsavarok, az neked mi? Igen, azért néha egy sütögetem hajamat. Nincsenek nagyon női szokásaim, nem vagyok hisztis. Kire gondoltam? De egyébként most nehéz velem dolgozni. Vannak sokkal frusztráltabb vagy nehezebb személyiségű emberek, akik belemennek a konfliktusba, sőt van az igazán konfliktus gerjesztő típus. Nem?
aki a konfliktusban találja meg a kielégülést. Egyikünk sem ez a típus. Tehát szerintem, na de ti válaszoljátok meg, hogy nem. Elmondtuk. Hogy? Vannak nehéz pillanatok Balázssal. Vannak. De én ott mindig arra gondolok, amikor vele dolgozok együtt, hogy amikor viszont ténylegesen kedve van, ténylegesen kipihent, tényleg azt nyújtja, azt hozza, amit ő valójában tud, akkor iszonyatosan jó vele együtt dolgozni. Tehát akkor imádok vele együtt dolgozni, és engem mindig a nehezebb vagy közepesebb pillanatokon mindig ez húz át. Hogy tudom, hogy egyébként meg... Hogy akkor vizionálsz, hogy olyan Balázs. Jó, ez most itt nem ő. Igen. Figyelj, mindenkinél vannak hullámegyek, hullámvölgyek. Én mindig azokra a pillanatokra gondolok, amiket közösen éltünk meg, és nagyon-nagyon-nagyon működött, és nagyon jó volt. És volt ilyen is. Na most jön az ütés. Mikor is? Várjál csak. Igen. Mi a véleményetek ennek a gyerekről, akinek szájra puszit ad a szülő? Én ellenzem. Én szeretem. Nekem nincs vele bajom. Szájra puszi? Aha. De erről beszéltünk már adásban is. Te mondtad, hogy te nem értesz egyet vele. Nekem nincs vele gondom. Hát ha a saját szülői adja. Hát igen. Kapsz egy gyereket a játszó gyereknél? Fiú gyereknél sem. Azonos neműnél, ugye? Hogy egy idő után azért az nem biztos, hogy jó. Hát ellenkező neműnél is egy idő után. Tehát még 16 éves sen a fiú. Lesmárolj az apád, azért nem gondolom erősnek, de amíg ő nem ellenkezik, nem mondja azt, hogy figyelj, most már ne vagy ciki, vagy látod, hogy elfordítja a fejét, addig szerintem nyugodtan. A lányom például mindig azt csináltam, mert azt mondta, hogy ha a kávézok, akkor papaszagom van, hogy a homlokát dugta oda, hogy arra adjak inkább puszit, mert utálta a kávészagom. Igen. Valami, miért nem tudsz egy helyben állni a tévéműsorban, szédülök, mikor nézem. Jó, ez neked egy. Van egy ilyen totyogó. Én szeretek, igen, annyi energia van ilyenkor az emberben, meg annyira felspanolt állapotban, vagy nehezen tudok egy helyben állni. Alakul, dolgozom rajta, már csak egy ilyen 4 négyzetméteres helyen, egy ilyen fél magyarországnyi területen topogok. Igen, vannak az örök mozgó műsorvezetők, a Tila is ilyen, például ő se nagyon képes megállni. Egy helyben szeretek előre, hátra jönni, menni, gesztikulálni, és mindent, igen. De dolgozom rajta, köszönöm a felvetést. Pimasz úr vagyok, ott alhatok? Kinél? Ez egy jó hármunknál? Az egy érdekes este lenne. Bali, Gyoko Vavringa döntőt kinyeri szerinted, írja Tomi. Tomikám, biztos előre mentünk azért a Gyoko Vavringa döntővel, mert azért ott van még egy Csillics, meg egy Federer, aki ebbe beleszólhat. Én most jelen pillanatban egy Gyoko Federer döntő tippelek, és ha most nem húzza be Roger, akkor gyerekek, akkor szerintem soha. Most olyan átütő formában játszik, és annyira kimagaslóan nagy formában van, hogy most esélye van Grand Slamet nyerni. És amit csinál, ezek a fellépős második szervák, hát ezt most nektek mondhatom. Hova lép? Fellép a T-vonalhoz. Hova? A T-vonalhoz, ott van a háló, és fellép Roger, ne nézzétek meg, majd éjjel egykor játszik Pavrinkával, a második szervánál fellép a T-vonalhoz. Ezt ő Cincinnati-ben kezdte el, illetve pontosabban edzésnél. Fellépeget a T-vonalhoz. És ezt most ő fejlesztette ki, edzésen csinálta, a második szerve, ha fonákra jön, fellép a T-vonalhoz, és egy ilyen nagyon fura, röpteszerű ütéssel próbálja gyorsan, rövidre zárni a labdamenetet. Azt látod, hogy szervál az ellenfél, és Roger elindul a háló felé. Aha. És bemegy a hálóhoz. Ezt most kezdte el, és csinálja. Nagyon, nagyon szeretem. Ez egy új fejlesztés, ezt ő találta ki. Először edzésen csinálta. Na, egy Gyoko Federerre majd még fogadjunk fel egyébként. Mindenféleképpen. Az hétvégén lesz? Vagy majd csak hétfőn? Szerintem vasárnap. Vasárnap, jó, hát akkor Gyoko. Megem. Miért kell elmenni ebben a takony időben horgászni? Mi a jó ebben, kérdezi Ági. Én nem horgászom, Feri, Jani. Igen, ugye a gyerek miatt, tehát egyrészt olyan jó dolog, de Ági úgy kérdezi, hogy az ő férje ment el horgászni ebben a takony időben. Nekem egy picit ez benne van a kérdésben, és hát akkor azért, hogy egyedül legyen. Ne. Mert ő fanatikus. Lehetséges, hogy rossz helyre írok, vagy hülyeségeket kérdezek? Kérdezi a hallgató, megnézzük, mit kérdeztél. Jani, hány kilós beleket használsz, hány centis a bicepszed? Ne kamuzz, hogy nem mérted meg. Hány kilósak a beleid? A beleid, hány kilósak, és hány mekkora a bicepszed? 28 a legnagyobb, és a bicepszemet nem szoktam mérni. Szerintem az a funkciós edzés pont arról szól, hogy nem az a lényeg, hogy neked milyen vastagok a különböző izomcsoportjai, de egyébként meg annak idején pont a Kokó mondta, hogyha az izom számítanak, akkor a testépítők lennének a legjobb ökölvívók a világon. Semmiféle jelentőség nincsen. A sportnak hozadéka csak az izom.
Én öncélúnak tartom azt. Én mindig húzózkodok egyet, feszítek egyet a tükörbe. De neked jól áll. Tőlem szánalmas lenne. Na jó, oké, szeretem ezt a robotot, ez jó lesz. Egy csomó jó kérdés jön, és most kezdtek el ráérezni, hogy milyen típusú kérdésekre várunk. Itt tényleg bármit meg lehet. Egy csomóan nem kerültök sorra, mert a több száz kérdésbe esik hirtelen, de folytatjuk. Jó, péntek utolsó fél óra, tiétek, igyekszünk. Még egyre hagyj válaszolják, mindenki valaki kérdezi, hogy Jani, miért vagy ilyen törpe? Azért vagyok. Azért vagyok törpe, mert mindig az ilyen SMS-ekből látom, hogy egy csomó ember van, akinek az életében semmi olyan dolog nincs, amire igazából büszke lehetne, és hogy legalább arra lehessenek büszkék, hogy magasabbak nála. Igen. Feri, hiányzol az ezek megőrült. Na jó, van fél tíz múlt, pontosan 7 percet, drágák vagytok, köszönjük a kérdéseket, egy hét múlva pénteken folytatjuk, mi pedig jövünk mindjárt a reklám után a nap legjobb pillanataiban. 3-4-10 lesz 2 perc múlva. Mondom azoknak, akik küldtek kérdést, és nem tudtuk megválaszolni, hogy nem azért, mert hogy olyan a kérdés jellege, hanem mert nem maradt rá idő. Tehát nyugodtan, ha valami nektek fontos, akkor jövő héten újra. Jó? Tehát aki ma nem kapott választ, ne arra gondoljon azért, mert nem jót kérdezett, vagy nem tartottuk fontosnak. Ennyi fért bele. Úgyhogy jövő héten folytatjuk. Brutálisan sok kérdés. Rengeteg. Hihetetlen. Rengeteg. Igen, szeretjük. Vagy szeretni fogjuk. Bocsi is kérdezte, hogy ki a szerkesztőnk, mert rohadt jó. Átküldjük. Jó? Igen. Kontakt. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk. Ma reggel végeztünk egy kísérletet. Én észrevettem az egyik licitálós oldalon, hogy különböző autogramkártyákat már eladtak 10-20-25 ezer forintért. Felraktam az enyémet aláírással, 100 forintos licitáló, 2 hét után ugyanannyi volt. És hát ezt az élményt elmondtam nektek reggel. Valamint kiderült, hogy van egy program az androidos telefonokon, ami figyel téged, és ha egy kicsit malackodsz, akkor lefotóz, majd megzsarol. Hát megkérdeztük hallgatóinkat, hogy ők milyen intim pillanatokban nyitottak már rá kedvesükre. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Hívjuk a nap hallgatóját már is! Azt a mindenit! Hogy? Morning show! Hey! Sziasztok! Hello! Hogy hívnak, nem írtad alá? Hát én vagyok a szódáslova. A szódáslova, igen. Rigó. Rigó? Rigó, igen. A szódások nagyon rossz emberek, ezt írtad nekünk, aláírás a szódás lova. Igen. Ezt mi szerettük, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Ó, köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Hát útba tartok, Perbár felé. Perbár felé. Jól van, egy szép kis ajándékcsomaggal jutalmazzunk meg téged, jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Csövi! Hello. Ma is tanultam valamit, Limited Edition, gyerekek. Hát a Limited Edition, úgy bárki tudja mondani. Limited Edition. Ez volt az új verzió. Nagyon jó. Ki az a Kazinci? Ki az a Kazinci? Szokjátok meg. Igen. Mi a recept, Feri? Kérlek szépen, csodálatos, gyönyörű, elragadó, bámulatosan finom kacsa készült. Oh. Megmutatom neked a képet. Így néz ki. A betyár. Tessék, a kacsus. És alá pedig egy szilvás és szőlős, mert hogy itt az ősz, ennek van szezonja, egy ilyen balzsamos kis szilvás szőlős ágy. Így mondjuk, jó, hogy ágy. Hát gyakorlatilag egy más. Kacsaszilva ágyon? Kacsaszilva ágyon, de jó. Szőlővel? Jó lesz így, János. Testem. Jó, jó, jól néz ki. Téged a kacsa nem dob meg, de a... Jól néz ki. A Facebookra már fel is tettük. Miért nem tettük fel? Átküldtem. Most tesszük fel. Most tesszük fel. Rohadt jó képeket csinálsz egyébként. Igyekszem. Igyekszik az ember. Jól van. Oké, na, megyünk, jó? Pihenni egy kicsit, mindenki hétvégézzen, jó? Csabikám, minden oké? Igen. Akkor csak így tovább. De mondanom, legyek rövid. Rövid voltam. Nagyon rövid voltál. 555-55-00, jó? Itt tudok Csabitól dalt kérni. Hétvégén mindenki pihenjen, jó? Jövünk hétfő 6 órakor, jó? Elmondtunk mi? Nem? Okay. Elmondtunk. Nem. Jó, szevasztok. Hétfő jövünk. Szevasztok. Sziasztok. Ciao.